szeptember 6-án. 5 év várakozás óta, a 2018-as E3-as bejelentés óta. Hát eltelt egy kis idő. De végre megjelent a játék PC-re és Xbox Series-re. Hát... ilyesen nincsenek vele problémák, ugye? ezzel viccelődünk. A Bethesda gondozásában, akiket egyébként a híres neves Elder Scrolls szériáról és a Falloutról ismerhettek. Meg persze ott volt a Redfall, csak mondom, a Redfall is ott volt, szóval hogy ez egy elég friss dolog. Lehet, hogy valakinek fáj, valaki lehet, hogy már el is felejtette, de egyébként például a Hi-Fi Rush is tőlük van, a Ghostwire Tokyo, a Deathloop, Prey, Evil Within, Doom, Wolfenstein, a Rage-ek, Dishonored, csak hogy párat említsek. Ez egy 70 eurós, tehát full price játék, és van hozzá természetesen prémium verzió, 100 euróért, hogyha valaki esetleg olyanra vágyik. Ez egy egyjátékos szerepjáték a csillagok között. Tehát, hogyha valaki el tudja képzelni, hogy milyen lehet egy Elder Scrolls vagy egy Fallout játék az űrben, na hát ez amúgy pont olyan. Ez már egy újabb engine nem fut, szóval, hogy szebb, jobb, de nem hibátlan. Tehát, hogy ebben a játékban is vannak nyilván ugyanúgy hibák, amik sajnos így mostanság vannak játék megjelenésekkor, de nyilván ezeket időben úgyis fogják javítani. Szóval, hogy kaland az űrben, űrhajóval, bolygó között, de csillagokra nem lehet leszállni. A karakterünk fejlődik, ahogy a felszerelésünk és az űrhajónk is. Ilyenekre lehet itt számítani. Nagyjából hát 18 óra és 200 óra közé teszik egyébként a végigjátszásokat. Én amennyit ígérhetek nektek, az annyi, hogy belekukkantunk, ez biztos, de például egy Baldur's Gate végigjátszás mellé, bár a Baldur's Gate-t se mertem azt mondani, hogy az végigjátszunk, csak játszogatunk vele, nem merném azt mondani, hogy na most akkor Starfield-et végigjátszunk. Úgyhogy, hát igen, felraktam rá a DeepL-es magyarítást, ami lehet, hogy nagyon gyorsan le fog kerülni, simán lehet, de adunk neki egy próbát, és akkor legalább lesz véleményetek arról, hogy érdemesen nektek ezt felrakni, szükségetek-e van rá. Nyilván ez a DeepL-es magyarítás, ez PC-n működik csak, és ez egy olyan verzió, amit most így a stream előtt adtak ki, 9 óra 44-kor, úgyhogy ez elég friss, és javítottak a magyarításban egy csomó hibát. Itt így néz ki a játék menüje, amire azt mondták, hogy szar. És hát felfelé. A tömegsűrűségünk felfelé fog menni, ahogy a mozgási elmosodás is. Olyat amúgy nem akarunk. Nincs benyomva semmilyen felskálázó technológia, de lehet, hogy amúgy majd az FSR-ra szükség lesz. Render scaling nincsen, de minden maxon van, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogja bírni a gépem. Erre kíváncsi. Ja, és fontos információ, ez nem a Game Pass-es verzió, ez a Steam-es. Tehát, hogy én a Steam-es Starfield-el játszok, és amúgy azt innen is köszönöm a kiadónak, hogy biztosított egy példány belőle. Diavetítés lesz FSR nélkül? Hát hallottam ilyeneket, de megnézzük. Nehézség normál, mentés halva, igen. Igen, és 10 percenként autószév. Nekem amúgy ez a beállítás így tetszik. Vissza. Ja, hogy ez még mindig a beállítás, jó. Igen, indítunk új játékot. Kinyomjuk majd a film grént, hogyha nagyon zavaró. Kíváncsi vagyok, hogy itt ezt hogy oldották meg, de amúgy én azt kiszoktam kapcsolni, jaj.
A Steam-es verzió elvileg jobban modolható, és a magyarítást is könnyebb rárakni, hogyha jól tudom. Eddig a Game Pass-es játékokkal és a modolhatósággal gondok voltak. Nem tudom, hogy most mi a helyzet. Bányászati helyőrség. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time and you're fine. Follow my one simple rule. Hela, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, now work in the Stardock. Except, with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. You're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah. And the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more on our... Eddig elég jó amúgy a magyarítás. Bocsánat, hogyha itt kitakarom. Bocsi. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Right, group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hela, I am going to leave you behind. Promises, promises. Okay, let's see what we've got. How are we on time? Új misszió, egy kis lépés. Always. But not you. Check on Isabel. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Roger that. Remember, Dusty, keep your breathing steady and never take that helmet off down here. Oxygen processors don't extend this far. Yeah, because God forbid we drill on a rock with breathable atmosphere. Know what I love about working in Freestar Collective space? Fewer ranks. A job like this in the United Colonies? Reams of red tape. De eddig amúgy elég klassz az atmoszférája a játéknak. Hellerrel nem lehet beszélni. Lean művezetőnővel se, ahogy látom. Mindenki elfoglalt. You think we'll be done here soon? You know, I hear this is the last dig. Ez a játék, srácok, amúgy nem fogja megváltani az RPG játékokat, viszont egy állítólag egy hatalmas ugrás így a Bethesda RPG-k házatáján. A szünet után fizetnének, milliómos lennél. What do we say, Dusty? You make your cut, you get your cut. No exceptions. Come on, pick it up. Troy, what's the yield? Minimal at this point. Occasional glimmer, but it's weak. What do you think? Stay the course? No, ma'am. Juice ain't worth the squeeze. Well, okay then. Let's call this one tapped. Why don't you move over to that big vein you looked at? Yes, ma'am. Sose gondoltam, hogy a bányászatban a vein az tényleg a vénát jelenti. Vagy lehet, hogy a fordítás nem helyes. Na. Igen. Fogj egy vágógépet és láss munkához. A barlangban fémlelőhelyek vannak, majd hívlak, ha szükségem lesz rád. Inkább járat?
Aha. Mert így tisztában vagyok, hogy mi a Vein, és mindig csak Veinként láttam leírva, egy magyarul sose, és így most fura volt ezt a Veinának olvasni. Azt mondja, vágó gép, üzelési sebesség 76, pontosság 76, jó. Aha, és akkor most oda kell mennünk. Mire vársz, Mégás? Megyünk akkor. Szóval van egy ilyen lézerfegyverünk. Beridium hozzáadva. Nem is tudom már melyik sarokba menjek, hogy ne takarja ki valamit. Fellér az jobb. Uh-huh. Nagyon, nagyon kicsinek érzem a fovot. Hát a bányászásban nagyon jók vagyunk, srácok. Legalábbis hát eddig nagyon jók vagyunk. Na mondjuk azzal. Mondjuk azzal valószínűleg nem bányásznak. De van TPS nézet is. Nem tudom, nem tudom az, hogy van. Gondolom azt majd úgy is elmondja, hogy hogy kell. Bocsánat, csak nagyon zavaró. Ez nagyon zavaró nekem, hogy így... Nem tudom, hogy ez hol lehet. Kép, felület? Nem tudom, hogy lehet-e itt fovot állítani például. Egér görgővel lehet nézetet váltani. Nem tudom, hogy hol lehet. Inni be lehet csak. Jó. Aha, most még nem lehet más nézetbe menni. Van, ami anomáliát keresünk. Ja, úgyhogy nekem még nem csinál semmit görgőre. Na valami nagyon nincs rendben itt. Ha bármi rosszul sülne el, érted, megyünk. Jó, szóval, hogy az újoncot átküldik itt a nagyon gyanús, nagyon aggasztó területre. Uh-huh. Aha, F-fel van, hosszú F-fel van lámpa, ki bekapcs. Na, már lehet hallani Hellert. Aha, szóval a karakterkreálás után lesz majd kameraállítás. Nem tudom, ez így nem fog fájni? Jó. Lebegő érzek, teljesen normális. Használja a vágógépet az ásványi lerakódás leválasztásához. Nyomó. Valami káliumot írt. Nem. Kélumit. Mi a tanulság? Óvatosan kell fogdosni ismeretlen dolgokat, mert látomásaitok lesznek. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar?
Nem látta a Covenantot. Oho, bármit ismerős. Hát személyzeti dokumentumok, szóval ilyen presetek közül lehet választani. Uh-huh. Amúgy megnézem, milyen presetek vannak. Nem, nem, ez nem lesz két óra. Szerencsére ez nem olyan RPG, mint egy Baldur's Gate. Igen, belekezdtünk a 15-össel. Valamelyik csak jó kiindulási pont lesz, az már egyébként fix, hogy srácok leszünk, nem csajok. Ez mondjuk elég vad, ez a 26-os. Remélem, hogy itt a test az nem férfi vagy nő, hanem egy vagy kettő, illetve lehet-e férfi nemi szerve a női karakteremnek, ez egy nagyon fontos kérdés, és férfiként tudom-e magam, hogy is, D-nek neveztetni magam. Hogyha ilyen nincs a játékban, akkor megy is az uninsta. Nem tudom, amúgy itt... Szerintem ő egy jó kiindulási pont. Jó. Oké. Okay. Zene. Vékony, nehéz. Mármint... Na. Testibus 1 és 2. Oké. Okay. Oké. Okay. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Ha bárki kíváncsi arra, hogy az én fizikai testem milyen, én egyes vagyok. Én egyes vagyok. Nem kettes. Én egyes testtípussal születtem. Na nézzük. És a futásmódom határozottan nem kettes. Igen, tehát egyes, tehát ez biztos, hogy egyes vagyok. Igen, nagyon zene típus. Amúgy valami ilyesmi voltam. Na, ez most hol vagyunk? Itt? Na, hát ilyen pocakos. Aha, tehát ez a fett. Jó, és zene az izmos, tehát a zene izmos. Na, akkor én izmos, na várjál, amúgy vékony, nehéz lehetek egyszerre? Na, ez amúgy én vagyok. Az zene eredeti ilyen? Hú, mi a zene eredeti ilyen? Tehát, hogy miből alakulhatott ki? Az, hogy zene. Ja, várjál, de amúgy lehetek átlagos is. Muscle, music, muscle. De a muscle-ből hogy lett zene? Hát én még a soundra gondoltam, de hát mivel itt a testalkatot lehet állítani, biztos, hogy nem sound. Muscle, zene, félrefordítás. Aha. Bár a DeepL nem tudom, hogy tud félrefordítani egy musicot muscle-re. Tón. Na amúgy, jó, tessék. Ez nekem tetszik. Talán amúgy még lehetne egy kicsit kövérebb. Így jó. Na, ez amúgy jó. Bőrszín. Nagyon helyes, nagyon helyes. Itt is nagyon biztonságos opciókkal operáltak a készítők. Bőrszín 1-től 9-ig, és akkor ebbe aztán nem lehet belekötni. Bár talán abba bele lehet kötni, hogy miért
a fehér az egyes, és miért van az utolsó helyen a sötét? Tehát, hogy ebbe azért bele lehet kötni. Fú, amúgy nagyon durva irányba megy el itt ez a nagyon PC-ség. Amúgy ez durva. Na. Aha. Fejformák. Négyszögben, vékony, széles kerek. Muscular, heavy és thin. Nem lehet olyan egyszerű kiszedni a feliratokat, így valószínűleg screenshotból OCR-eztem. Nem hiszem. Szerintem nem. Tehát, hogy itt biztos, tehát, hogy a OCR-et csinálnák, az valószínűleg sokkal lassabb folyamat lenne, itt biztos, hogy hozzáfértek a játék szövegeihez. Tehát ez biztos. Ó! Ó! De menő, mármint, hogy ennek több értelmét látom ennek a fejállításnak, mint amikor, tudjátok, így húzzátok a csúszkán a dolgokat. Na, mit tudom én amúgy, hogy milyen fejformám legyen. Tessék, ez a négyes, ez nagyon jó. Mennyi idő lesz a karakteralkotás? Hát én általában olyan 10-20 perces vagyok. Na nézzük. Na, amúgy tessék, telibe találtuk. Biztos nem leszek kopasz. És ez a hármas amúgy tett. Amúgy a négyes is elég vad. Na, mondjuk igen, ezt kerestem. A Baldur's Gate az egy más szituáció, ott azért mégis fontos volt a sárkány férfi nemi szervek ölé építeni a dolgokat. Most nem mondhatjátok, hogy nem. Na tessék, 21-es is elég van. Ó, na ott már a kopasz volt is megjelenik hátul. Szevasz maga, szia tyap-tyap, szia Ben. A magasabb száma jobb. Hát a top 1, a top... Na! Ezek itt már vajon a női hajak? Szerintem igen. Igen. Mondjuk, hát amúgy nem tudom. De ezek itt a végén a női hajak. Én úgy érzem, hogy itt a Bethesdánál ilyen női elnyomás lehet, hogy a női hajakat hátra rakja. Na, nők a cseten. Ez ellen fel kell szólalni. Hát ez hogy lehet? Ez hogy lehet? Kérem szépen. Ezt a kettes testtípust valahogy jobban kéne reprezentálni itt a Bethesda. A kettes testtípusra jellemző haj stílusok miért a végén vannak? Amúgy ilyen csapzott csöves. Na, amúgy mehet ez csapzott csöves karakter. Amúgy jöhetne valami Starfield zene itt közben. És oda mehetne egy sebb hely. Ja. Hajszín. Hát nem. Nem. Vörös. Na. Jó, azért nem egy bohóc karaktert fogunk csinálni, tehát ezt szeretném leszögezni, hogy nem viccelem el, ez szimplán szerepjáték és csapzott csöves a szerep. Na nézzük, szakál, mik vannak? Na.
Na, amúgy ez, tehát, hogy amúgy ilyen szakállatkép. Na, mondjuk a 17-es az talán még jobb is egy fokkal. Jó, hát amúgy. Nem, ez biztos, ez a bajusz túl jó. Ehhez az archoz, ez túl jó. Na ez már jobb. Szakálszíne. Jó, amúgy ez maradhat. Vagy tudjátok, úgy kéne, hogy őszhaj vörös szakállal. Vagy barna haj. Na, nézzük, szemek. Mi? Alak, kép, keverék. Úristen, itt valami nagyon, nagyon durva dolgokat lehet állítani. Nincs ilyen ápolatlan? Hát ez amúgy szerintem ez áll a legközelebb az ápolatlanhoz. Na nézzük, milyen szemek vannak. Jaj, én csak rá akartam zoomolni. Na, jobban látjátok. Hát nem tudom, 11? Megy? Nem tudom. Ez olyan, nekem olyan semmi. Semmi. Tehát, hogy így... na mondjuk ez az egyes milyen jó. Na, szépen néz ki amúgy a szem, ahogy így tükröződik. Most épp azt a bizonyos magyar youtubert, aki templomot eszik, alkotjuk meg. Nem láttam még ilyetben, de van egy ismerősöm, akit érdekelne a link. Amúgy a barna is nagyon szép. Hogy fogsz így csajozni ilyen kinézettel? Hát a pénzemmel, fiis, hát mi ez a kérdés? Jaj. Szemöldök. Aha. Na, biztos, hogy van, nincs összeérő szemöldök. Hát ez mi? Kirekesztés. Ismét csak egy kirekesztés látok itt. Hihetetlen. Ez a homlok, most így nem tudom. Várjatok. Ne haragudjatok, de majdnem mindegyik homlok ugyanolyannak tűnik. Ez a 9 amúgy nekem oké. Okay. Bár lehet amúgy ezzel kezdtünk. Jó van, jó a 9. Or. Na ez. A kettes eddig a top tier. A 6-os, mondjuk nagyon jó orrok vannak. Hát az orrok szerintem eddig nagyon jók. 3-as is elég vad. Nem, az a gond, a kettes az nem illik a karakterhez. Viszont egy 4-es, a 4-es az már illik hozzá. Nem, ez abszolút rende volt, mert biztos, hogy vannak olyan nem is feltétlen emberek, biztos vannak olyan lények az univerzumban, akik a pénzemre fognak majd bukni itt a játékban. Fumi rossz, és szerintem ezzel nem lőttem mellé. Biztos, hogy fülek. A fül meg nem látszódik. Hát, most akkor vissza kell váltani a hajat mondjuk 45-ről 2-re. Ne jegyetek meg, ez csak ideiglenes, fülek, amíg beállítjuk a füleket. Valami nagyon elállót szeretnék. Amúgy, mit tudom én. Jó az a 8-as. Na. Na. Jó, arcok. Mi? Várjál most. Mi? Jó, ez egy olyan beállítás, amihez nem akarunk nyúlni. Aha. Én itt láttam egy... Na, ez a 6-os, ez szerintem jó. Fogak. Hát, nem tudom.
4-es. Ez a 4-es beállítást ezt nekünk csinálta a Bethesda. Ez a szempilla nagyon... De az a helyzet, hogy a szempillából... Na várjál. Azt, hogy is állítottuk a szemekkel? Hát én nem tudom azt, hogy állítottuk. Biztos ez majd később lesz. Ó, őt is mehet. Izé. Blaha. Blaha. A gyroszos mellett szoktam feküdni egy hálózsákon. Fenyő? Miklós? Mi ez a fenyő? Csácok, én nem vágom. Rajtatok van fenyő esetleg? Jó, hát fenyő egy. Fenyő egy. Csin, ugye az a, az áll. Csin egy, nagyon jó. Ez nem szabad mindent így. Vastagnyakú? Vastagnyakú. Jó, nem tudom. Ez már sok nekem. Kin nincs fenyő? Hát legalább kettő mindenkin. Ékszerek egy. Aha, or piercing. Aha. Hát... aha, fülbevaló is lehetne. Fül piercing. Hát nem tudom, szerintem ez nem kell. Szia, uram, van egy kis apróféle mosoly. Foltos szín. Ezek ilyen testhibák? Vagy most ez nem tudom, ez hogy kell elképzelni. Foltos szín. Gondolom, mert nincs rajtam 51. Úristen! Hát ez nagyon sok már megint. De 27 nagyon jó lesz. Höm bonyolultság. Aha. Nagyon jó. Na. Arcbőr szennyeződések. Egy jó kis szeplő szennyeződés. Biztos, aki itt zavar a szeplő, annak most biztos jól esik, hogy ezt amúgy arcbőr szennyeződésnek hívják. Na, mondjuk, ja, egy kicsit mocskosak vagyunk. 26. Nem, szerintem 26, megegyezhetünk a 26-ba, nem, skacok? Nem tudom, hogy kell visszamenni. Jó. Ja, egy kicsit mocskos. Narbzs. Aha, én oda föl. Vajon át lehet rakni? Nem. A Joe, az állkapocs, nem? Arckép alak. Hű, na várjál, mondjuk. Ez amúgy elgondolkodtató. Mocsok nélkül ez így elgondolkodtató. Félmetes, hogy mennyire ocsmány a karakter ezzel az engine-nel, nem tudom miért ezzel csinálták. Értem, mire gondolsz. Nem tudom, egyelőre nekem így nem zavaró. Ja, hogy arckép alak kettő, tehát hogy kettőt is rá lehet rakni. Tetko, Hát nem látom az a helyzet, hogy lehetne ezeket mozgatni, úgyhogy se sebet, se tetkót nem tudok rajta mozgatni. Hát hogy ez mi csinál az arc, 1, 2, 3. Mint hogyha így elpirulna a karakter. Rúzs alap. Aha, értem. Rúzs akcentus. Rúzs, nem tudom, aki szokott hordani rúst, milyen az akcentusa a rúzsának. Szem, ház, fény felül.
Hát ilyet se akarunk. Most lemaradtam, hogy van magyar felirat. Letöltöttem a magyarítást, nincs alapból a játékban, és csak PC-n lehet magyarítani a játékot. Sam Ceruza felül. Ja, hát ilyet se akarunk. Lecsapódó fedél. Palóc akcentusú? Aha. Dirty. Ja, akkor ez nem is a mocsok volt, amit ráraktunk. Ó. Na mindegy. Nekem amúgy ez így tetszik. Jó. Arc, test, oké. Jó. Háttér. Na. Jaj. Cyber Runner, diplomata, field detector. Úristen. Úristen. Hát ha lesz egy üzleti ebéde mondjuk, akkor a kínai akcentusú rúst kenem fel, hogy jobban megértsenek. Hú, ez nagyon előítéletes, Astro. Az ott egy avokádó? Na jó, szerintem elolvasom itt mindet, és akkor onnan talán egy kicsit könnyebb dönteni. A zarándok. Utazó, vándor, kereső. Elhaladó. Utazásod során sok nevet kaptál, és olyasmit tanultál, amit mások soha nem fognak megérteni. Az út a cél. Xenobiológus. A kolonizált rendszerekben számtalan idegen életforma él. Vadász úr és kedves C6, köszönöm a társaságot, a kontent és az automatikus tárgyeset. Segített befejezni a felújítást, az azt követő takarítást, veletek nem ittam egyedül lét. Köszönöm, hogy itt lehetek, örülök, hogy ide találtam. Toljátok soká, pörögjön a stream és menjen titeket a nevetgél. Nyomjuk, nevetgél kenek mindenhova magamra, Barigátor. Köszi szépen a támogatásodat és a kedves szavakat is. Köszi szépen. Pereg. Xenobiológus. Szóval a kolonizált rendszerekben számtalan idegen életforma él, egyiket se fedezték még fel, de ez nem tántorított el titeket attól, hogy felfedezzétek őket, hogy tanuljatok tőlük. Nem muszáj tréteket válaszolni, ha nem tetszenek. Jó, hát így az itt lesz, úgyhogy egyelőre csak még az origint nézegetjük. Telepes. A gyarmatosított rendszerek számos oxigénben gazdag bolygója, és hogy a új otthont kínál az emberiségnek, ha megvan hozzá a know-how. Mint például önök. Az eredetem egy teherszállító repülőgép. Jó. Hagyd, hogy a többi forrófejű a lézerfegyverekről és a manőverező képességekről beszélgessen. Te egy space kamionos vagy. Egyszerűen és egyszerűen. Gyorsan eljutatod a rakományt a célállomásra, és ezért fizetség jár. Az élet oly szép tud lenni. Szönvadász. A kolonizált rendszerek hemzsegnek az ellenséges életformáktól. Az akilai astáktól kezdve a terramorfokig megtanultátok, hogyan kell vadászni és megölni őket. Ez a szönvadász, ez tetszik. Szobrász, anatómiai ismereteiddel és biztos kezeddel sebész lehettél volna. Eljött inkább a szívedre hallgattál, és fantasztikus műalkotásokat alkottál. Nehéz elképzelni ezt a karaktert szobrászként, de nem lehetetlen. Szakács, míg a durva tömegek darabokat zabálnak, önök a finomabb ízléseknek kedveskedtek. A konyhádban számtalan idegenfajból lettek, kulináris remek művek. Ronin. Gazdátlanul és kötöttségek nélkül ajánlottátok fel szolgálataitokat a letelepedett rendszerekben tett utazásotokon. Egyesek számára csak egy zsoldos vagy, mások számára hős, néhányaknak pedig örök rémálom. Rogue. Jó? Gonosz? Ki tudja? Ha van valami, amit megtanultál az űrutazásaid során, akkor az a következő. Az űr fekete színűnek tűnhet, de a valóságban minden szürke. Pisztolyos bizonyít. Amúgy róg. Ez a róg, ez tetszik. Ja, hogyha kicsit oroszosabb lenne a karakter, akkor akár Murray is lehetne a Stranger Things-ba. Tényleg.
Tényleg, Subaru-kun, tényleg. Professzor. Nagyon jó. Akkor a szobrász az mi lehet amúgy angolul, hogyha nincsen szobrász? Szeretsz tanulni, de nincs is jobb, mint másokat tanítani. Minél jobban terjed az emberiség az űrben, annál több a tanulnivaló, és te mindig ott vagy. Iparos. Ó. Mentősök. Hadd harcoljanak a többiek valami végtelenért, például az űrért. Soha nem féltél az ellenségtől, de sokkal szívesebben vigyázol a barátaidra. Kidobó. Rendet tartottál a letelepedett rendszerek legrosszabb klubjaiban. Akkor megtanultad, hogy a legtöbb nem halálos összecsapást kétféleképp lehet megoldani. Egy erős jobbhoroggal, vagy egy biztonságosabb ajtóval. Mindjárt amúgy végére érünk. Kibernetikus. Nem, nekem csak egy kérdésem maradt, hogy senki nem nézte ezt a fordítást, hogy ez így nem igazán jó? Hát a DeepL-es fordítások általában úgy mennek, hogy ilyen finom hangolások, finom hangolásokkal, aztán még több finom hangolás, és még több finom hangolást, és akkor így jönnek a verziók, és hát az tömérdek mennyiségű szöveget azt így, hát így megjelenés után lehetetlenség átnézni, főleg annyi embernek, aki foglalkozik ezzel a DeepL-es fordítással. Szóval, hogy hát igen. Minőség vs. gyorsaság. Ez ilyen. Dönteni kell, hogy kinek mi. Szávasz, J-Games. Kibernetikus robotok? Csak játékok? Neuroerősítők? Kézügyesség? A kolónia háborúja során az implantátumok és az app fokozatok széles körben elterjedtek. De te egy nagyobb jövőt láttál. Emberek és gépek egyesülését. Katonám. A lakott rendszerekben gyakran tör ki háború. A képzett és felfegyverzett harcosok ezért mindig keresettek. Már sok véres konfliktust megtapasztaltatok, és túléltétek őket. Amúgy ez is tetszik. Ez a katona is tetszik. Ipari. Már korán megfogalmazódott benned a vágy, hogy karriert csinálj magadnak, akár hajótervezőként, akár egy vállalati vezérigazgatójaként. Szerencsére az ilyen emberekre mindig van kereslet a lakott rendszerekben. Gangster. Mindig azok a bolondok, akik a becsületes fizetésért mindig is undorodtak tőled. Amint elég idős voltál ahhoz, hogy fegyvert fogj, elvetted, amit akartál, amikor másoknak volt. Szevasztok, srácok. Felfedező. Állítólag nem volt több felfedező, de amíg a nagyobb frakciók kétségbe esetten harcoltak a területek feletti ellenőrzésért, addig te a letelepedett rendszerek csodáinak felfedezésével voltál elfoglalva. Lézer. Box. Igen. Box. Hát az box. Fejvadász. Jó pár szimpatikus origint látok itt amúgy. Ahol valakit keresnek, ott van valaki, aki megragadja a profit érdekében. Az űrtársaságában a zsákmányot talán képes lesz elmenekülni, de nem tud elmenekülni. File detektor. Furcsa mód, az aktákban nincs információ az előző életedről. Ez az adminisztrációs személyzet mulasztása? Egy ismeretlen hatalom törölte az adatokat? Vagy egyszerűen nem volt semmi említése méltó? Egy dolog biztos csak. Csak te ismered a múltadat. Ami fontos, az az itt és most, és az út, amelyen jársz. Wow. Ez a fájdetektor is tetszik. Diplomata. A háborúnak vége. Most béke uralkodik a letelepedett rendszerekben. De csak azért, mert néhányan továbbra is csendben harcolnak érte. Nektek köszönhetően paktumokat kötöttek, megállapodásokat tartottak be és életeket mentettek meg. És végül a Cyberrunner. A Neontól New Atlantisig a megakorpok a hatalmat, a presztízst és a profitot képviselik. Dolgoztál már értük és ellenük, nyíltan és titokban, gyakran feláldozva a lelkiismeretedet a kreditekért. Ez is amúgy nagyon tetszik. Ez a Cyberrunner azért tetszik, mert lopakodunk, a szekú rendszereket
ismerjük jobban, és lopni is jól tudunk. Tehát, hogy például ez is tetszik, ez a Cyber Runner. De ez a Fire Detector is nagyon jó. Ez gangster menne? Nekem az a helyzet, hogy több is egyébként nagyon tetszik. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Vili, köszi szépen az ajándékot, köszi szépen, hogy Zakikának lehetővé tetted a feliratkozottságát, méghozzá a 23. hónapot. Én a gap.monster-ről töltöttem le a magyarítást, de belinkelem nektek még egyszer. Tessék. Köszi, köszi, Vili. Menjen amúgy ez a file detektor. Bár mondom, a Cyber Runner is amúgy nagyon szimpatikus. Lopakódás. Na várjatok. Ha a lopakodást hosszúval kell írni, akkor én eddig nagyon béna voltam. Nem, rövidó, rövidó, simaó, simaó. Jól van. Hogy lehetett lopakódás? Na mindegy. Mert a fire detector. Hűha. Egyetemesen képzett, tehát ez biztos nem. Van érzéked mások érzéseihez. Ha a társaidnak tetszik, amit csinálsz, átmenetileg megnő a hatékonyságuk a harcban. Ha nem tetszik nekik, az ellenkező hatást vált ki. Uh-huh. Szerintem mehet egy empátia így rögtön. A szüleid jól vannak, akár meg is látogathatod őket otthon. Cserébe a kreditjeid 2%-át minden héten automatikusan elküldik az otthonukba. Elküldjük az otthonukba. Hős kultusz. Néha felbukkan egy idegesítő nagy rajongód, és a fejedre beszél. Cserébe azonban a csapatod részévé válik, és ajándékokat ad neki. Mert ez egy empatikus, hős kultuszú hobó. Mit szóltak? Idegen DNS. aha. Introvertált is lehetne. A nagy kígyóba való hitben nőttél fel. A gravitációs ugrások idéglenesen fellendítik az egészségedet és az oxigénedet, de mint egy függőség, mindkettő csökken, ha nem ugrasz rendszeresen. Ez a hős kultusz, ez egy idegesítő trait? Nekem így izgalmasnak tűnik. Ha a legénységet egy bizonyos hajórendszerre képeztet ki, akkor ez a rendszer időként teljesen megjavítja magát, ha 50%-nál kisebb mértékben sérült. Cserébe kétszer annyiba kerül a legénység tagjainak felvétele. Neon utcai patkány. Született az UC. Uh-huh. Az Egyesült Gyarmatok frakciói egyes küldetései további párbeszéd lehetőségekkel és jobb jutalmakkal rendelkeznek. A bűncselekményekért azonban más frakciók jelentősen megnövelt vérdíjat kínálnak. Ó. Oh. Űrfluencer. Igen. Hát űrfluencer volt, de sajnos lecsúszott, mert csődbe ment a Twitch, és hát ez lett belőle. Extrovertált, hős kultusz, Neon Street. A neoni küldetések további párbeszéd lehetőségekkel és jobb jutalmakkal rendelkeznek, a bűncselekményekért azonban más, aha, tehát hogy ez neon, a született UC, meg gondolom. Soha nem szoktál hozzá az űrhoz, az egészség és az oxigén a földön megnő, de az űrben csökken. Aha. Elterjedt a hír, hogy vérdíjat tűzte ki a fejedre, időnként fegyveres zsoldosok bukkannak fel, akik megpróbálnak megölni, de sarokba szorítva a legjobb formádat hozod. Ha kevés az életerőd, extra sebzést okozol. Aha, álomház. Ön egy luxus testeszabható ház tulajdonosa egy békés bolygón. A Galbanknél
Azonban a jelzálog 125 ezer kreditbe kerül, és hetente kell fizetni. Aha. Aha. Uha. Kevés az életerő, extra sebzés. Nem tudom, amúgy én ezeket nem szoktam annyira kihasználni, bár amúgy lehet, hogy érdemes lenne. Mehet. Mehet. Empatikus, hőskultúzó, kultuszú és körözött. Én ezeket kihagytam. Elég rosszak. Hát figyelj. Ja, dönthetsz róla, hogy akarsz ilyeneket vagy sem. Ez egyfajta ilyen változó a játékmenetedben. Amikor luxusházra hitelt veszel fel, jövőben se jó, lesz jó az ingatlanpiac. Ja, amúgy jó. Ez így oké. Nekem oké. Té? Vagy most mit kell nyomni? Most így... Most mi van? Hogyan fejezem be? R? Ha hardon játszol, akkor szerintem jól vented. Magamból kiindulva, nekem mindig lovon van a HP-m és nincs hílem. Ó! Oh, uh-huh. Ah, ott van. Kivitelezett profil neve Lajos. Lajos. Ő Lajos. Most nem fog kiderülni, hogy he, she vagy they-nek hívnak. Valamiért kilépés lett a kész. Ez most ready amúgy? R mint ready gondolom. És az kilépés. Na jó, és most mit kell nyomni? Enter. Ah, oké. Okay. Dédem Lajos, oké. Okay. Név más. Ő? Te? Dédem. És amúgy, amit Casual Friendly leírt, hogy Dédem, mint angolul, itt úgy van írva, hogy Dédem. Én Dédem akarok lenni, szerintem az a tuti. Na most akkor ő vagy te? Most én nem tudom. Ő vagy te? Te, ők vagy Dédem? Hát nem tudom. Maradjon az alapértelmezet, szerintem azon nem lövünk mellé. Ez már az újvonalas Dédem? Hát igen, itt én ezzel le voltam maradva. Ő alapból az dobja a játék. Oké. Okay. Well, az ügyfél már úton van. Aztán megkapjuk a pénzt. Emlékszel valamire? Igen. Volt egy ilyen fény és zene. Biztos nem fog őrültnek tartani. Húha, srácok, legeneráltuk a karaktert, azt már akad a kurzor, meg 44 FPS. Valami nem jó. Hey, say something. Nyugi már. Hihetetlen volt, mint egy álom, vagy egy látomás. Nyugi, szupersztár. Valószínűleg csak az öntudatlanságból származó endorfinok. Kérlek, ne legyen élményed itt, ugye? Pár perc és rendbe jövünk. All this trouble for that stupid thing? Sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Ez a cucc, amit megfogtunk, sokat ér. Hát akkor gondolom, most már be lehet nyomni az FSR-t, mi? A constellation contact is on approach. Wait, the explorers group? I thought they were kind of a joke. Not a joke. You're just too young to know better. Hey, I'm just saying they got a reputation. Hell, I bet half the crew here doesn't even believe they really exist. Half the crew doesn't believe Earth exists, but it's still there. Same with Constellation. A legénység fele azt hiszi, hogy nem létezik a Föld. Exploring space? Who does that anymore? Ain't the space we've already got complicated enough? Not to them, apparently. All right, Dusty. Airlock. Put your helmet on.
Most ezt mély mondta, hogy nyomjak tabot? Jó. Mi? Azt mondta, vegyem fel a sisakot. Most valamiről lemaradtam, srácok, hogy lehet felvenni a sisakot? A Nexus modon már van DLSS mod. Nálam van. I. Ó, köszi. Sisak. Mély aknák. Kész. Köszi szépen, srácok. Akkor miért a tabot mondta? Na mindegy. Amúgy epikus a muzsika. Lin, azt a cuccot fogja, amit én megérintettem, azt jól látom, skacok. A tab a főmenü, onnan is be lehet menni az inventoriba. Hát én megnyomtam a tabot, azt úgy éreztem magam, mintha elvesztem volna. Na és akkor most jön az ügyfél, akinek gondolom odaadják ezt az új cuccost. Wow. Egyelőre nekem nagyon fura az egérbillentyűzetes irányítás ennél a játéknál, nem tudom ti hogy vagytok vele, vagy hogy mivel játszotok. Capslock-kal lehet sétálni. Köszi. Ez kellett. Ez oda teszi a roleplayt. Ah, ez jó. Arra ugyatok, itt láttam valami érdekeset, és tudom, hogy hülyeség amúgy a magyarítás miatt megállom egy kicsit, csak ez nagyon viccesnek tűnt. Úgyhogy gyorsan visszatekerek. Igen, szóval találtál valamit? Mi? Itt van, az új. Szóval hogy lehet? Tehát, hogy azt mondta, hogy az új srác találta. Tehát, hogy az új srác találta. Fordítás, itt van, az új. Pont. Honnan tudod? Be voltál téve? Honnan tudod? Ha párbeszéd hangra mehetne erről. Nézd meg, ki eszkált. Na, várjátok, ezt vissza lehet tölteni? Hát amúgy szerintem vissza lehet tölteni. Amúgy nyomunk egy quick save-et. Most így, most hol az egerem? Jó, akkor most van, volt. Oké. És akkor ezt újra kezdjük, mit szóltok? Tehát, hogy így a beállításokba akartam menni, azt kinyomta a párbeszédet. Ja, ezt amúgy én is észrevettem, hogy a zene az túl hangos. Pedig amúgy 70%. Akkor levesszük mondjuk 45%-ra. Lehet, hogy sok lesz. De legalább jobban lehet majd hallani a karaktereket. Én rosszul vagyok, a TPS-ben játszok Bethesda RPG-t. Nekem az a van gondom, hogy milyen a FOV. FPS-be. Tehát, hogy ez nekem túl gyors. Mármint, hogy így túl... Hát nem tudom elmondani. Én följebb venném a FOV-ot. Not a joke. You're just too young to know better.
Hey, I'm just saying they got most már jobb a karakterek hangja, igaz? Half the crew here doesn't even believe they really exist. Half the crew doesn't believe Earth exists, but it's still there. Same with Constellation. Yeah, but come on. Exploring space? Who does that anymore? Ain't the space we've already got complicated enough? Not to them, apparently. All right, Dusty. Airlock. Put your helmet on. Válassza ki a területet a jobb alsó sarokban, hogy hozzáférjen a leltárhoz. Terület a jobb alsó sarokban. Ja, hogy ez egy ilyen izé? Gyors menü. I see. Oké. Okay. Jó, hát így most már értem amúgy, hogy mi van. Nyomja meg és tartsa lenyomva a tabot. Keros, sziasztok srácok! Beperelhetlek azért, mert úgy néz ki a karaktered, mint az unokabátyád? Honnan tudod, hogy nem az unokabátyád vagyok? Mármint a karakterem. Aha. Köszi szépen az ajándékot Keros Nyuszának. Köszi szépen a tier 2-es ajándékot. Regének srácok a szvegek Kerosnak. Üdvüd mindenkinek, sziasztok, sziasztok. Ja, elég változatos lesz a hét, hogyha a csütörtöki meg a pénteki program is összejön. Omi Rossi. Barrett? Man! Oké, okay, F5-tel van quick save. Yes, it has. That mine on Bindi, right? Kazal, hellhole, like this place. Rare mineral contract. Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazal. And no, Barrett. Not cool. He passed out after the extraction. Woke up saying all kinds of nonsense. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? Hát amúgy lehet hívni Tripnek is, igen. That fun, huh? Azonnal olyan menő, mi? Gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, or you ever again. Csak fizess azt, le is lehet tudni. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming. Gyorsan közeledő hajót jeleznek a pályáról. Barrett? Itt van. Tartsd fel a kalózokat. Ez itt a Bíbor flotta. Ez nem jó. Itt valamit állítanunk kell. Eon. Amúgy milyen jól néz ki a fegyver. Mármint így. Tök jó. Milyen lett a PD3 beta? Tetszetős amúgy. Amit eddig láttam belőle. De most csak stressz teszt volt. Húha. Hát így nem nagyon találom el az enemit. Egy kaptam. Mi lehet az LT amúgy? Fúj. Biztos van mili gomb amúgy.
De azt még nem mondta el a játék, hogy mivel kell csinálni. Bűncselekmény. Azt írja, bűncselekményt követtem el. Lelőttem. De hát én csak karózókra lőttem, nem? Első nap és már bűn. Nem tudom, hogy hogy sikerült bűnözni. B-vel van gyors menü. B-vel fel tudod rakni egy gyors menüre az inventory-ba. Ja, az XP az a tapasztalati pont, csak hogy lett az XP-ből EP a TP helyett. Ujjjjj, ez itt már nagyon elvesztünk. Ó. Ez is elírás vagy félrefordítás? Ó, oké. Szóval van egy ilyen FIS típusú fegyverünk, FIS, ez 17 FIS. A, igen, a bűncselekmény egyelő crit. Hú, köszi. Hú, nem tudom mit jelent a srr, ez amúgy menőbben néz ki. Nem Google fordítós. A bíbor flotta megtámadott minket. Milyen király, most látom ott van, hogy mennyi van a tárba. De király! Amint hogy miért ittek, ez ilyen nem nagy dolog, de hogy milyen jól néz ki? Of course Barrett was being followed. Every time. Now that was some fine work on the pressure. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? You're coming with me to Constellation. You're part of this now. Na tessék, most már kiástam egy ilyen leletet, ami nem én ástam ki, csak megérintettem, azt mondták, hogy ó, bányász, te most már a konstellációhoz tartozol. Mi ez a konstelláció? Bámolod a csillagokat éjszaka, és azon tűnődsz, hogy mi van odakint. Mi vagyunk azok. Oda megyünk. Ja. Aha. Tehát akkor már nem bányászok leszünk. Mi ez a lelet? Marvelous. Oh no, Barrett. No. You think you're just going to take off after the mess you caused? Szám után. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Soon as he touched that rock, something changed. Don't tell me you can't feel it. Fine. It's a deal. Azzal, hogy megénítettük a követ, valami megváltozott. You're on to bigger things. Mert most már ránk nagyobb dolgok várnak. Az a helyzet, el kell engednem az, hogy észreveszem az, hogy vannak dolgok, amiket jobban értek, mint amit a fordítás csinál, és csak értelmeznem kell azt, amit próbál átadni a DeepL-es magyarítás. És a bánya, nincs rám szükséged? Ó, összepakolnak és elmennek a támadás után. Hát akkor... kösz mindent. Just go. Before I say something I regret. Well,
Now that that's settled. Vasco! Get him to the lodge! No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo? Again. Very well. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. Na, kapunk egy órát, vagy mi ez? Na tessék! Hivatalos Starfield-es óra. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now, questions? Teljesen nem Pip-Boy ez az óra. Amúgy ebbe bele se gondoltam ezekig, a tényleg. Simán lehet, hogy amúgy ez olyan. Miért volt a Bíbor flotta a nyomodban? Csak a zsákmányt követik, mint minden kalóz. És ő meg nagy zsákmánygyűjtő. Mit ástunk ki? Egymillió dolláros kérdés, ugye? A konstelláció kideríti, hogy mi ez, amit kiástunk. Ki vagy te? Mi az a csillagkép? Gondolom a konstelláció, nem? While everyone else is busy playing politics, we're the ones braving the unknown. Politikától mentes szervezet, akik az űr felfedezésével foglalkoznak. Nekem adod a hajódat? Technically, it's not even mine. Nem az övé, csak kölcsön kérte. Vasco will keep you on course. Besides, I'm making an exception since you can tell Constellation about that vision you had. Biztos jó lesz elmondani a konstellációnak a dolgot, miután a csávó azt kérdezte, hogy betéptem-e. Miért engem küldtél? És miért nem te mész? You're really not at all curious about that light and music show you experienced? Why it only affected you? Because if you didn't notice, miért csak ránk volt hatással ez a cucc, amit így megérintettünk? This mystery is only getting bigger each step we take, and you're part of it now. Jó, gyorsan. Thinking it over? Belecsöppentünk a dolgokba így, hogy megtanultunk egy kicsit ásni bányába. Elküldtek minket, mivel mi vagyunk az új ötszók valami veszélyes helyre, megérintettük a tárgyat, álmodtunk, aztán felébredtünk, ugye megcsináltuk a karaktert, kijöttünk, hogy átadjuk ezt az ismeretlen cuccot Pézé, jöttek a kalózok, támadtunk, és most meg mennünk kell tovább, mert arra a tárgyra szükség van, és mivel ránk hatással volt, ezért ránk is szükség van. Jesus! Nagyon így immediate stress, hogy szokták ezt mondani. What? Oh, sorry. Thought you said something. Jó, hát. And Vasco, don't let him break my ship. Német verzióból lett fordítva magyarra? Ott van, bal alul ott már az óránk mutató információkat. Széndioxid és oxigénes infókat. Just up the ramp, Captain. I'll be in the external robotics bay. It appears you are the new captain of the frontier. Én vagyok az új kapitány. Az komoly. Ez amúgy nagyon komoly. Antibiotikum, medipack, pump. Szávasztok, srácok! Az immediate stress, amikor a közepébe vágsz, itt azért volt eljel, még ha rövid is volt. Aha. De vajon itt... Olyan egyszerű az űrhajó vezetés, mint a biciklizés. Aha. Ha már speedrunz, akik a vajon itt hány perc kell a sex speedrunhoz? Néztem, hogy az úgy néz ki, mint egy alma, és amúgy az egy alma. Ezt a
harapott szendvicset, ezt benyoljuk. Ez megy a roleplayünkhöz. Ez egy fénykard? Digi zárt örö. Ja, hát igen, amúgy azt mondtam. Csavarhúzó. Lockpick. Nagyon menő, hogy itt a fénykarddal kell lockpickelni. Na jó van, nyomkodjuk meg, amit meg kell nyomni. Menő, hogy itt mutatja az erőforrásokat. Fazék. Konyhai teaszűrő. Kutatóállomás. Végezem projekteket a kutatólaborban, hogy új gyártási recepteket fedezzem fel. Ahhoz, hogy egy kutatási projektben előre haladhass, szükséged lesz anyagokra. Ezek lehetnek bolyókról kinyert nyersásványok, idegen lényekből és növényekből származó szerves anyagok, vagy az ipari munkapadon előállított alkatrészek. Teljesítmény növelő, potencia növelő rögtön. Rögtön potenciákat növelhetünk. Előőrs fejlesztése. Ez gondolom a hajó fejlesztése, nem? Mármint, hogy Frontier, úgy hívják a hajót. Sisak módosítás. Oké. Az előrs az az outpost. Hát... Én azt tippeltem volna, hogy ez a hajó. Kutató állomásra elszpoilereztem magamnak, hogy még bázist is lehet építeni. Bal, rak, lass. Now that we are in orbit, it might be wise to test all controls and systems to ensure they are not on the verge of catastrophic failure. I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems and we'll be on our way. Nem rendelkezünk sok tapasztalattal, és ha így kell vezérelni valamit, azt általában a kontrollerrel szoktam. Menő lett volna belülről látni a felszállást? Biztos lesz majd rá lehetőség, nem? Tartsd lenyomva az alt billentyűt és a VSD-vel lehet választani a energia hozzárendelést. Így át lehet rakni az energiát, ez nem is tudom, menüpe volt. Volt valami Star Wars-os játék, Star Wars Squadrons, ott is volt egy ilyen, hogy az energiát át lehetett rakni a pajzsra, meg ilyenek, ez tök menő. Ja, az Elite Dangerous-be is. Amúgy lehet, hogy arra emlékszem. Jó, az Elite Dangerous, milyen rohadt jó játék. Indítsd el az összes rendszer belé írtva a gravitációs meghajtót is. Nem hagyjuk ki a hajó bemutatóját. Nincs Tobi szupportjáját. Én nem láttam. Nem láttam, Fomi Rossi. Tartsd lenyomva az alt billentyűt, és nyomd meg a VSD gombot a teljesítmény hozzárendeléshez. Increasing and decreasing our
És akkor mire tegyek? Lass, bal, rak, han, seb, grv. Szóval szerintetek mire kéne tenni? V-be lehet gyorsítani, aha, meg lassítani. Van izé, nitro is. A GRV-re kell pakolni hármat? Jelenleg le is kell venni valószínűleg. Ja. Aha. Szóval most azt szeretné, hogy pajzsba tegyünk energiát. Hogy kell a pajzsra tenni energiát? Azt mondja, elég ügyesen repülsz. Jesus! Ebben lehet célozni, ahogy látom. Valami lézert is lehet a space-szel csinálni. Na, még valami rakétát is rálőttem. Jobb klik, ballisztikus ágyú. Kérdése. A seb a shield. Köszi. Ja, az világos, hogy az energiával hogyan kell gazdálkodni. Aha. E. Várja, nem hossza, nem? Hanem csak E. Ajaj. Oké. Nem jó. Szóval a seb a shield, köszi. Most így együtt forgunk. Most mi történik? Most álljak meg inkább egy helybe? Aha. Nem tudom, hogy kiadtam-e valamit amúgy a támadásból. Valami lehetőségem lett volna még. Ha lent van a shield, akkor a halt a másik fegyverrel lőtt. Szóval akkor bal klik, shield leszedés, jobb klik, ha már le van szedve a shield. Jól értem? Missile nem lőtt, az meg a G-vel kell, vagy mi. 500 méterről tudod lootani a hajoroncsot. Ja, most sikerült.
És a rakéta is a shield leszedés után. Aha, köszi. Na, azt mondta, hogy nyomjunk tabot, de... Nem tudom miért. Nincs valami... journal, vagy valami hasonló? Mert most lemaradtam, hogy most mit kéne csinálni. Annyit mondott, hogy tab, de hogy most mi van? Ja, azt látom, hogy ott a küldi, csak hogy az így nem írja ki, hogy milyen távol például. Szóval ezt most itt látnom kéne. Nyom egy F-et. Ó, na várjatok, valami csak kirándulás Creedben. Arion. Aha. És akkor az Anshelon. Az ott én vagyok amúgy? Ez itt én vagyok, nem? Na. Gondolom most jól csináltam. Jó. És ez annyi, hogy így oda megyünk. Tehát akkor most csak nyomom a shiftet, ameddig oda nem érünk, igaz? Az utazásra kéne. Na várjátok, oda lehet utazni? Tab. Ott van. Landolási hely beállítása. X-el van fast. Állítsd be az irányt. Ja, látom. Köszi. Köszi. Ansel holdja, Narion rendszer. Föld körüli pályán vagyunk. Jó, hát. Képerugrás csak a naprendszerek között kell. Szóval akkor itt most hiába megyek oda, nem fogok odaérni? Gondolom igen. A csillagtérkép bolygó nézete információkat tartalmaz a környékről, lehetővé teszi a bolygók átvizsgálását erőforrások után kutatva és segít megtalálni a fontos leszállóhelyeket. Forgassa a bolygót, amíg meg nem látja a térkép szimbólumot, Creed kutatólabor, ezután válaszza ki, hogy ott landoljon. Hát ez az. Aha. Odaérsz, csak átmész a PNG fájlon. Nem, ez csak kép, nincs lerenderelve a bolygó. Köszi. Szevasztok. Üdv mindenkinek, srácok. Köszi szépen a helpet. Protocol Indigo dictates that I am to return to the lodge with no deviations. Csak azért vagyunk itt, hogy ne üldözzön a bíbor flotta. Le van renderelve, csak nem részletesen. Aha. Miért bízta rám Barrett a hajóját? Barrett would say that billions of years ago,
We were all one with the cosmos. So technically, you have known each other forever. But the more practical answer is likely that he needs you. The number of known people affected by the artifacts is now 2. Without your investment in Constellation's mission, he may never know more about the experience you both share. So he is showing you trust in order to gain your support. Szóval ketten léptek kapcsolatba az artifakttal, az egyik én vagyok, a másik pedig még nem tudjuk, hogy kicsoda, és ezért van rám szükségem. Cseréljünk felszerelést. Jó, hát amúgy így ennyi. Most nézem amúgy, hogy fél HP-n vagyunk közben. Hát amúgy így most, hogy ezt így ez így itt előttem van, nem mondanám azt, hogy ez egy 2023-as játék grafikájával rendelkezik. Alien creatures are often unpredictable. Ötös. Imminent. I am no longer detecting signs of life from the enemy. Lényeket, ásványokat és növényeket is beolvashatsz, minden egyes beolvasott objektummal nőnek a bolygó elemzési adatai. Az elemzési adatokat kreditekért eladhatod. A szkenner más funkciókhoz is használ. Funkciókhoz is hozzáférés biztosít, mint például az előörsök építése és olyan szociális képességek, mint a diplomácia és a megfélemlítés. Oh. Ez ilyen falloutosnak tűnik. Ez a megoldás. Szerintetek lesz ebből valami? Nem. Szövet, stimuláns, rost. Ajaj, ez most mi? Valamit meg... Ja, én reload átvitel. Ja, hogy bele lehetne pakolni ugye a hullába. Én csak reloadolni akartam. Azt mondja, hogy a játék, ami miatt egy hete nem alszom. Értető, Lord Fairy. Ó, köszi szépen a követést, Tibi, meg mindenki másnak is. Érezzétek jól magatokat. 20 LP. A Crimson Fleet kisebb, független kalóz csapatok szövetsége, amelyek mindegy zászló alatt repülnek. Gyakran kegyetlenek és brutálisak. Akkor olyan, mint a rakéta csapatok is a zászló alatt egyesülnek. Ha a szkennerre mész, akkor highlightolja az ásványokat is. Mi volt a szkennernek a gombja? G? Nem a V, mert az a mili. F. Köszi. Ezüst. Szedünk egy kis ezüstöt gyorsan. Elszintérkép. Jesus. Na jó. Szóval ezüst. Na tessék. Meg egy kis fe, vas. Nagyon jó. Illetve scan módban a ládákat és a felvehető itemeket is láthatod, ami hasznos lehet lootolás közben. Ó, nagyon zsír. Én szeretem az ilyen scan módot. PB. Ja, világos.
Gondolom a kérdőjeles dolgokat kell szkennelni, nem? Ha zöld, akkor már beszkennelted, aha. Dynamic Resolution be van-e nyomva? Nagyon jó kérdés, és csak nincs. Köszi szépen amúgy a help-et. Hoppá, ez felvétel volt. Én szkenelni akart. Ha 100% lesz, akkor kapsz egy bolygóanalízist, és aztán eladhatod majd. Wow. Ja, látom, ott van analízis 59. Van még 4 erőforrás, 3 flóra és 3 állat. Jó, hát akkor az ütve csavarozót azt hiába szkennelem. Analízisért. Kérlek szépen, én azt a hátteret választottam, aminek nincs előélete. Az ott egy ismeretlen. Ha le van húzva a film grain, akkor élesebb a kép. Jó, lehúzzuk, tessék. Láttok változást? Most így lehet, hogyha izé screenshotot néznék, akkor jobb lenne. Jobb. Na, hát hogyha nektek jobb, én most így hirtelen nem látok különbséget. De ha egymás mellé lenne téve, akkor valószínűleg látnám. Na várjatok. Megpróbálunk benyomni egy olyan valamit. Segítség. Benyomunk egy kis segítséget, hogyha nem baj. Azt mondja, egészség. Most ez, hogyha... Most történt valami? Na, erre már látom, hogy történt valami. Itt B-vel tudod hát kire rakni. Azt mondja, hogy azt mondtátok B. Kedvenc. Aha, ó, látom. Ja, és akkor ott van nulla. És akkor egyébként elég lenne annyi, hogy nyomok egy B-t. Nem. Hogy hozom elő a hát kit? Megnyom az egyest. Hú. Ó, köszi. Köszi. És akkor fegyvert is lehet oda rakni. Zsír? Tényleg, hát nekem van egy másik fegyverem. Maelstrom. Távolság 40, pontosság. Amúgy jó lesz ez. Add csak ide. Ebből van 4. Ja, tudom, ezt most nem raktam ki gyorsgombra. Wow, tök jó. De ha a számot nyomod, akkor is azt csinálja. Zsír, ez nagyon jó. És akkor nem kell Q. Aha, tök jó. Kanga nincsen magyar nyelvű Xboxra. Curious, these are United Colonies markings, but we are in Freestar Collective Space. Ez egy titkos UC létesítmény. Akkor az Egyesült Gyarmata, az a UC. Arany piramis szobor. United Colonies, aha. Ezek olyan felesleges lootnak tűnnek, bár tudom, mindent porszívózni kéne, az a tuti. Vigyázz a Bíbor flotta kapitányára.
Wow, és a GPS hogy mutatja, merre kell menni. De jó. Toxin. Az biztos kell. Íróasztal szervező. Hidraulikus bilincs, csavarvágó. Kalóz, aha. Itt ésszel kell lootolni. Ellenséges életet észlelek a közelben. Már rögtön. Közelharci támadás ugrásnál fogy az oxigén. Mint a sprints. Jó van, én azért kalózokat lootolom. Credit, módosított retesz, kraken. Jó. Cseresznyel kaptunk, cseresznyét, srácok. 2 perc alatt megtelik az inventory szeméttel, utána meg 30 perc miatt találsz egy tradert. Ajaj, akkor ilyet nem csinálunk. Olvastam, hogy le lehet húzni a WC-t. Ez igaz? Hát itt... én nem tudom. Érdemes variádon nyomni, jobb a loot és a nehézség se vészes. Átvertek. Én azt olvastam, hogy le lehet húzni a WC-ket itt a Starfieldben. Gyógyító paszta. Aha, számítógép, sokat lehet itt olvasni. Családi társasjáték, Starlugged. Na, én úgy látom, hogy dartsot érdemes felvenni. Mert ez sokat ér. Kaja. Üdvöd mindenkinek, skacok, Haliari. Nyomunk egy F5-öt gyorsba. Én nem tudom, Vaszkóval tudunk-e egyáltalán lopakodni. Szerintem nem. For you.
large center of mass. Valami szintlépés közben kiad át. Nem érek én el ilyenekre. Ja, hogy ez a retesz? A fegyver. Ott van. Ja, az a lába, Vaskónak. Vas. Hát ez kell. A tudósban egy kis vas. Meg pinc. Oké, tudósokat érdemes lootolni, ahogy látom itt. Hol volt a másik enemy? Ja, az... az fölment a hullája szerintetek? Aha. Valamit kilőttem a kalóznak a hátán, azt így felment. Felrepült. Mert amúgy mi a retesznek a neve egyébként? Jó. Jó, ott van még egy. Nem, ez... a retesz az fegyvernek tűnik egyébként. Ja, ez ilyen... P90-nek, vagy mi ez? Ott volt valami 320-as, láttátok? Molekuláris, nem tudom micsoda, azt a 320-as volt az értéke. Mocsi? Mocsi? Egyvertáska, azt hol írta ki? Egyvertáska. Miért írja, hogy fegyvertáska? Jó, hogy itt van! Hát majdnem kiszúrta a szemem. Equinox. Lézer puska. Lőszer 3 kötőjel KV kötőjel lézer. Jó. Amúgy ezt... pontos, amit itt látsz értéket, az nem jelenti, hogy annyit kapsz érte a boltba. Aha. Ja, ott van a sebzés, Equinox. Ez, amit most szereztünk. Ezt amúgy kitesszük egy... kitesszük az iont egyre. Egy. Kettő. És akkor három. Így. Szevasz, Konig. Sziasztok, srácok. Malack genetikai mintával. Az mennyibe kerül? 15. Mikroszkóp, 2 kiló, 2,40. Adod ide mikroszkópot. Hülye mikroszkóp. Szint, hamet, borjú. Na, ott van. Molekulális extra háló. Az volt az. Na, nyilván ezeket majd ki fogjuk dobálni, legalábbis a mi az? Mikroszkópot. Szávasz, próbán. Szia, Gabcsi. Igen, ez ilyen AI-os magyarítás. Hopp! Na gyertek! Valaki még egy falatot?
Most nehogy már én menjek fel. Béna kalózok. Hol vagy? There are no hostile organisms nearby. Na, mondta, hogy nincsen a hostán is. Na, hát ez egy újabb terület. Úgyhogy most megint... Eddig hogy tetszik a game? Hát figyelj, eddig nekem fullosan az van, amit így gondoltam a játékról, hogy ez egy Bethesda játék az űrben. És amúgy ez az. Hát, hogy ez az. Egyelőre nem érzem többnek, de kevesebbnek sem. Mármint, hogy a Bethesdától is egy olyan játék az űrben, mint hogyha Skyrim lenne az űrben, vagy egy Fallout lenne az űrben. Na, visszajött. Hol vagy? Üdvünk mindenkinek, skacok. Az a helyzet, hogy így a Bethesdának ezen a játékai, mint például az Elder Scrolls széria, vagy éppen a Falloutok, ezek ilyen bakancslistás gémek. Hogy ezekkel így játszani kéne, ezeket végig kéne nyomni. De hogy így... Hogy is mondjam. Tehát, hogy ez eddig egy jó játéknak tűnik, de nem érzem különlegesnek például. Ami egyébként nem gond. Valószínűleg akkor lenne különleges, hogyha így nagyon oda lennék mondjuk az űrért, az űrös dolgokért. Tudom, most felemegyek, de mindjárt megyünk tovább. Nekem így az Elder Scrolls-ból az Oblivion volt a nagy kedvenc. Ha már különleges játék nem nagyon van. Hát azért van évente egy-kettő, ami szerintem ami mondható annak. You have picked up too much matter and become over-encumbered. Túl fogunk terhelődni. Azért az ilyen játéknoknál 2 óra gameplay után nehéz megmondani, mert kb. Még mindig a tutorial van. Ja? Nyilván. Csak ez meg olyan, hogy így nem tudom. Van pár órája a játéknak, amelyik meg kell, hogy győzön téged arról, hogy ez jó. És érdemes rá időt szánod. A szekrények is nyithatóak? Például ez itt. Nem, ez mondjuk nem. Hogy ezek? És hogy? Ez eddig nem. Mármint, hogy így jónak jó, de különlegesnek nem lett különleges. Ó! Még egy quick save-et.
minél nagyobb nálam a súly, minél jobban le vagyok terhelve, annál jobban fogyasztom az oxigént. Ja, azt írja, hogy leterhelve futok. Jól láttam? Na és akkor most kéne azt csinálni, hogy nekiadok... Nekiadunk pár cuccot. Aha. Q. Aha. És akkor gondolom most kéne átadni neki innen cuccokat. Z. Wow! 2400-at ér a ruha. Haha, milyen sisak. Remélem jól csinálom most az átpakolást, amúgy. A szívecske mutatja, hogy hány darab van belőle, ha jól sejtem. Kb. 700-ért fogod tudni eladni. Ó, oh, hát ez szomorú. Ez a Kraken is amúgy jól nézett ki. Nem, a szívecske azt jelenti, hogy ez a kedvenceknél van. Oké, hülyeséget mondtam. A szám jelzi a mennyiséget, a szívecske meg, hogy a kedvenceknél van. Nekem jelenleg a Starfield a nyerő. Na, örülök, örülök. Most amúgy a súly szerint van rendezve? Vagy nem, ez az érték szerint. Givi, ja. Aha, most van a súly. Eddig rossz volt a rendezés. Nem, az, hogy használom, vagy hogy equipelve van, az, hogy ott van az a kis háromszög a sarokban. Az jelenti az, hogy az equipelve van. A szívecske csak szimplán az, hogy a gyors gombokon van. Nem tudom, nem is figyeltem amúgy, hogy most így... Na, úgy néz ki, hogy... 135-ig lehet Vaskot leterhelni, és 94-et adtam neki, úgyhogy ez így most oké. Okay. Ez így most oké. Okay. Hát, mivel ez egy, igen, tehát hogy mivel RPG, ezért nyilván hosszabb idő alatt jön ki az, hogy amúgy ez így mennyire jó nyilván. Meg nyilván ember válogatja. Hogy kinek mi a különleges. Egyébként, az biztos. Főleg egy végigjátszás után, aztán pláne. Na! Töltsd ki az összes szabad helyet, hogy kinyíljon az ár. Válasz egy kulcsot, majd forgasd addig, amíg be nem fél a résekbe, és hagyd, hogy a helyére kattanjon. Minden kulcsot csak egyszer használhatsz. Oké. Okay. Akkor nyomunk egy mentést. Na nézzük, hogy kell csinálni. Ó, értem. Ja, és akkor út mutatja. Aha, itt most ez az a gond, hogy oda nem tudjuk betenni. Aha, így lehet váltogatni? Tök jó. És akkor... Wow! Tök jó. Ez tök jó.
Jó. Lett lőszerünk. Amúgy király ez a piklok, legalábbis most így ez a kezdőszintű piklok, ez amúgy király. Ami kevésbé király az, hogy nem volt így hirtelen egyértelmű. De amúgy jó. Nyomok is még egy quick save-et. Egy széfet észlelek a közelben. Használhatnánk a tartalmát, feltéve, hogy van nála dízert öröm. És ne vegyék félváról a személyes tulajdonokat. Majd nézzek szerintem videót arról, hogy milyen lehet egy nagyon durva zárfeltörés. Kíváncsi vagyok a játékezem mechanikájára, hogy ez így milyen. Várjatok, ezt szkennelni kell? Vagy miért nem tudok ezekhez... A létra volt a hibás? Ez most mi csoda? Miért nem tudom ezeket megfogdosni? Na mindegy. Fasztarat. Termóparazita. Próbálja meg leütni Millivel? Már mindegy. Ja, amúgy millizni kellett volna. Meg lehet fogni dolgokat a kezemmel? Van ilyen, hogy így megfogom és akkor így... Ilyenek szoktak lenni a Bethesda játékban, nem? Hosszan el. Köszi. Csak már mondjuk ezt innen kicsit arrébb vinném, még mielőtt bármiféle baj történik. Meg azt is. Véletlenül elsül a pisztolyom. Lesz baj. Ja, mondjuk látom, itt van még egy. Ja. Jó. Berakod a robot haverot. Jó, hát a robotnak nem árt, mert robot, érted? Hoppá. Azt se figyeltem, hogy mit vettem el. Szerintem... ez majd oda kell. Ez meg majd ide kell. Ez mindenféleképpen ide kell. Szerintem elszúrtuk. Hát... visszavonás. Hát ez szíves. Ja. Ja. Jó. Saved a dolog. Jó, hogy egyet vissza lehet vonni. Űrszakértő, csörgő kígyó. Ritka pisztoly. Tapasztalt az űrben, +30% sebzés az űrben, -15% sebzés a bolygón. Jó. Uh-huh. Minden jöhet. Minden. R. Ez amúgy csak opcionális feladat volt. Szintetikus hamburger. A robot az robot. Hát igen, mert ő... neki nem baj. Most... ő most felrobban, hát most mi baj lát, ugye? Nem tetszik ez a hang. Micsoda? Módosított Maelstrom? Kreditek? Epic tétel? Srácok, hát ez nem mehet így. Ez nem mehet így. Hát most módosított Maelstrom. Sebzés 4. Ez micsoda? Mi az ott rajta? Azt mondja... hasonlítsd össze a felszereléssel. Na várjatok.
Hát azt mondom kettes, egyes, kettes, igen. Tab. Oda megyünk. Oda megyünk. Bínító. V. Ja, ez csak ennyi. Nagyobb tár. Pontosabb. Távolabbra megy. Nehezebb és kettő mód van rajta. Ja, ott van. Hosszabbított cső és nagyobb magazin. Mármint, hogy... Igen. Ez tetszik. Akkor te leszel az új kettes. És ezt ki is próbáljuk. Kutatási dobozba volt. Tök jó. A Frontiernek új kapitánya van? Beretnek dolgozik, vagy a hajó kulcsait a halott kezéből ragadta ki? Ez valami boss fight lesz, tuti. Megkérdezzük, de úgy kalózokat minek kérdezzük meg, hogy mi a bajuk velük? Hát ők csak lopni akarnak. Lopni, rabolni és ölni. Azt mondom neki, pontosan én öltem meg Beretet, szóval mondd meg a karosz barátaidnak, hogy tűnjenek el. Nem Beret után jöttek, hanem a hajó után. That constellation keeps treasure hidden in the cargo bays. The loot from 100 planets. That statement is partially correct. The Frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts. Különböző hangyafajok vannak a raktérben. Particles and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that ship. Nincs kincs a hajóban. Tűnjetek el, mielőtt még több ember megsérül. A hajó a miénk. Ahhoz, hogy meggyőzön valakit, sikeres döntéseket kell hoznia. Választhat a hízelgés, a figyelem elterelés vagy a fenyegetés közül. Minden választásnak van bizonyos nehézsége. Minél magasabb a nehézség, annál valószínűbb, hogy elbuksz, de annál több pontot kapsz, ha sikerül. Csak korlátozott számú választásod van, de soha nem buksz el, ha az utolsó választásod sikeres volt. Tévedsz. A Constellation egy felderítő fél, nem kincsvadász. Ez nagyon csúnya lesz számodra. Tehát ha a hajót akarsz cserélni, csak rajta. A Frontier úgyis hamarosan feladja a szellemet. Mert a most végeztem az egész csapatoddal, tényleg szerencsét akarsz próbálni vele? So you got past a few rooks. Who cares? Nem nyert. Nem nyert. Oké, megy ez, hogy... Vasco kifinomult harci protokollal rendelkezik, darabokra tépi magát és a legénységét. Még nem később visszalépni. Kíváncsi voltam, hogy ez... erre mit mond? Most mentettünk amúgy, szóval, hogy... Direkt. Kíváncsi voltam. Szeretem ezeket a döntéseket így megnézni, hogy melyiknél mi a válasz. Jó, szóval. Megöltem. Jó. 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 Na. Mehet a hajócsere. Feladnád a hajót csak úgy? Gondolj egy pillanatra, mindarra, amit már elvesztettél. Nem akarsz többet elveszíteni. Meggyőzés plusz egy. Tudja, hogy tele van zsákmánnyal a hajó. Hát a plusz 3. I'm getting that ship. Stop trying to confuse me. I've heard enough, Eddie. Nem. Ez itt most mentésbetöltés lesz. Nekem volt olyan, hogy 10-szer visszatöltöttem, mire meglett a jobb válasz.
Ja, hát én csak kíváncsi voltam, hogy itt a plusz egy az azt jelenti, hogy ugye a meggyőzésnél ott összegyűlik a négy, de akkor nem. Csak kíváncsi voltam, hogy ez így most hogy működik. Na, hát a hajócsere. Your ship is loaded, and we want it. Ez most nem jött össze. This whole thing is starting to cost more than I'd like. Hey, I'm not. Nem akar harcolni. Ezt nem hiszem el, nincs kincs, a semmiért üldöztük ezt a régi Constellation hajót. Akarod innen, fogd a robotod és a hajódat, és tűnj el. Ha még egyszer meglátlak, halott vagy. Jó. Most nyomunk egy újabb F5-öt. És mehet a háború. Micsoda akadás volt. Megerősített Deimos hátizsánk. Ez most mi? Ó! Oh. Hát ők ott beszorultak, amúgy. Tűha. Van baj a pathfindinggal itt a játékban, ahogy látom. Lehet majd később szkópot rakni, ugye? Valami nagyobb szkópot. Elvileg erre fele van valami enemy. Na mindegy. Igen, találni is fogsz olyan fegyvert, amin van. Ja, hát nyilván izé, tehát hogy nyilván nem nagyon vannak játékok, amik így bugok nélkül jelennek meg. Hát ugye ez ilyet sajna nem lehet elvárni. De attól függetlenül vicces volt látni, hogy beszorultak. Hordozható ventilátor. Vicces volt látni, hogy beszorultak az űrhajóba. De sniper is, szevasz patesz. Hát ha most kezded a kalandot, sok sikert és jó szórakozást. Én az első 30 percet 4 óra alatt teljesítettem, annyi a sidetrack. Hát igen. Egy jó RPG játékban sose könnyű az A-ból B-be eljutás. De természetesen 18 óra alatt is végig lehet játszani a játékot. Alahan lootoltam a főnit, és volt nála egy hátizsák, egy... az, nézd csak, Deimos. Azt mondja, egyszerű boost csomag. Egészségettől függően akár 100 plusz energia és fizikai ellenállást is ad. Elfogyott az oxigén, azt mondja. Üdvődő mindenkinek, skacok. Wow, hogy aki...
kiszívtuk az oxigént, mármint a héliumot. Az órád gyorsabban csipog, amikor a ruhád védelme elkopik. A Bethesda RPG játékok nem hosszúak, csak sok a loot, 7-8 óra általában a fősztori. Komolyan. Én például az Oblivionnál, az Oblivion-t sose vittem tovább, amikor így be kell menni az első kapuba. Tehát, hogy én egyszer voltam kapuba, és így ennyi. Egy ilyen Oblivionos helyen, de hogy így mindent csináltam. Én lettem a tolvaj szép vezetője, meg bérnyilkos klán, meg mit tudom, micsoda. Jó van, hát amúgy menjünk tovább. Azt mondta, nyomni kell egy F-t, és meg kell keresni a hajónkat, ami hát arra fele volt. Hajó ikon. Ott. Ja, akkor ott van. To reach the launch, we must jump to the planet Jemison in the Alpha Centauri system, and then land in the city of New Atlantis. Do not worry, this will all become... Ki akartam volna lootolni a skacokat, de mindegy, most már. Szóval azt mondja, küldetés, igen. Meghatároztatod, hogy melyik küldetés jelenjen meg a HUD-on. Egyszerre csak egy küldetés követhető. Válassza ki a küldetést a nyitott célok listájának megtekintéséhez. Válassza ki bármely küldetés célt a teljes küldetés követéséhez. Aha, szóval lehet így követni küldiket. Nyomd meg az XB gombot. Az mit jelent? Ez nem tudom, mit jelent. Pedig most ezt próbálja elmagyarázni nekem a játék. B? Aha, tehát akkor ez a B. Alpha Centauri. Ugrás. Ott van üzemanyag fogyasztás. Az 50-ből elfogyasztunk 25,48-at. Na most gondolom nyomni kell újra egy tabot. És nincs leszállási engedélyünk. Új Atlantisra. De jól nézett ki. Ship Frontier. This is United Colonies Security. Maintain course and prepare. Le fognak minket tapogatni. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. Nincs csempészáró, landolhatunk. Szóval akkor tab újra. Új Atlantis és landolás. Sziasztok, szia Toxic Jó. Üdv mindenkinek, Ali. Mit jelent az, hogy bezár? Ó, szóval, hogy exit. Értem. Na, jó gémet, Kerosz, és köszi, hogy itt voltál, és köszi a támogatásodat. Hajó karbantartó technikus. And he's our new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Javítani kéne a hajót. Szeretném látni és módosítani a hajóimat. Okay, no problem. Rendszerválasz. Azt olvastam, hogy rendszerváltás.
Nem tudom. Most így ebből mit kéne látni? Gondolom ez az energiánk. A reaktorunk, hogy... És hogy itt mire lehet rakni az energiát, igen. De hogy így... Ja, itt lehetne lapozni a hajó közül. Hajó frissítése. Te jó ég. A hajó frissítési módnak köszönhetően anélkül fejlesztheted a hajódat, hogy aggódnod kellene a modulok elhelyezése miatt. Néhány ápfokozatnak szint vagy képességkövetelményei lehetnek. Több ápfokozat is elvégezhető, és ezek költségei az ülés végén összeadódnak. Aha, szóval hogy így, ez gyakorlatilag egy ilyen hajótervező mód. Hát igen, ez korai, ez nagyon korai. Az ápfokozat, az upgrade? Igen. Ja, grade, fokozat, app, aha. Köszi. Ez jó. Nem fogunk hajót pimpálni. Mutasd, milyen hajókat kínálsz. I'm sure you can find something you like. Rambler. Asztarat. Ez mi? Ja, hogy nekünk 7200-unk van, és ez 132000-be kerül. Itt van Kefir, ez a Kefir hajó. Responder. Amúgy ezt tetszik, 76000-ér, Gladius, ugye? Achilles, amúgy ez is rohadt jól néz ki. Olyan 600-700000 körül lehet már jó hajókat építeni. Ja, hát de az a jó, az már ilyen nagyon OP hajó, nem? Shieldbreaker. 300000. Hát akkor ebből kettőt. Nekem is egyet, meg a robotnak is egyet, Vasco-nak is. Jó, kösz. Hol találhatok további legénységi tagokat a hajomhoz? I would try the viewport. It'll be on your left once you get into the plaza. Kösz. Jó, hát ez oké. Okay. Hol tudom újra eladni a dolgokat? The trade authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just oldalt a rámpa mellett lát. Besides that, Jemison Mercantile is your closest shop. Biztonsági ellenőrző pont mögött is van valaki. Jó, kösz. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Vaskótól nem tudunk rögtön eladni. Installation will be waiting for. How can I be of assistance? De tudunk? És ez hogy kell, mert a hajót azt láttam. Ja. Csak a hajóról tudunk eladni. Mármint, hogy én most csak azt látom, hogy... The Lodge is here in the city. We shouldn't keep constant... Do you require assistance with your items? Na. Semmi gond. Ja, és ott mutatja az új cuccokat, de király.
Sugárzás ellenállás. Ez meg ilyen korrózív ellenállás. Micsoda 69? Ha van egy mod, a Star UI, az, ha hasznos az inventory kezeléshez. Jó, hát eladjuk, ami nem kell. You will not be able to walk at full speed with your pack that full. No gods, no masters, azt mondja a Kraken. Mindet eladjuk. Lőszert azt nem adunk el. Ja, igen, ez a 7000-es ruha, ez 920-ér adható el. Amikor felkerült néhány óra alatt, top 1 mod lett, elég hasznos adatokat jelenít meg, amit egyébként nem lehet megnézni. Ez bosszantó, hogy percenként szól a kompanion, hogy túl sok a holmit. Hát könyörgöm, 240 kg irodaszerrel akarok sétálni. Nem tudom, ezek így nem kellenek most, aztán majd lehet, hogy nyilván hasznos lenne, de most egyelőre ezeket eladjuk. Ez amúgy mennyit nyom? 7,5? Tessék. Majd lesz jobb. Instant zapkása. Saláta. Na, rendezünk, srácok, súly szerint. Szállítási kapacitás növel. Mocsi! Oké. Okay. Erőforrás. Érték. Aha. VRT, mint worth, gondolom. Jó. Én az egyébből. Na. Molekuláris extra háló 40-ért adjuk el, ami amúgy mennyi is volt? 300? Jaj, amúgy nem ezt kéne eladni. Azt írja, megjegyzés, kevesebbet kapsz, mint amennyit a tárgyér. Én ezt eddig is írtam, nem figyeltem. Mikroszkóppal kell eladni, mert az sokat nyom. Hordozható ventilátor? Na csá. Drótorsó? Persze. Hát azt mondtam nektek, hogy ez a darts sokat ér, hát itt egyen lehet eladni. Elfogyott a pénz a vendornak? Ja, hát már csak 10 van. Az a helyzet, hogy kizsákmányoztunk. Mi zsákmányoltuk. Ja, hát itt ez a terminál, ez most kifogyott. Milyen zsákkal lassú lesz a haladás? Ok. Yumi őrmester, megbízható embereket keres. Kösz. Yumi őrmester, jó.
Wouldn't want to live anywhere else. Mm-hmm. Ő a repülőtéren akar élni. You will be scanned as you enter the city. Please keep moving. Mm-hmm. Okay, no bounty. You're clear. Enjoy your visit. Na tessék, nincs bounty a fejünkön. Well, hello. You hear about the job by any chance? The officer over there can help you with any bounty issues. Part-time security officer. Biztonsági tész rész munkaidőben. You can basically work whenever you're available. Akkor dolgozhatsz, amikor csak akarsz. We've had some gaps in the schedule lately. Macy's out on maternity leave, Jose's on loan to Sidonia. When it rains, it pours type of situation. So really, we just need someone to fill the void. Interested? Sokan offosak most, és kell egy kis segítség. Mondjad. Well, first things first. Van-e biztonsági tapasztalatunk? Do you have any security experience? Hát gondolom, a fejpénz az a VRD, nem? Nem lehet menteni. Mik az a gond, hogy meg se tudjuk nézni, mikor mentettünk. Persze, én voltam az asztrális társalgó biztonsági főnök a Neonban. 8 évig, vagy 8 évig. Uh-huh. Már is beszerveznek zsarónak, ez is olyan, mint a Zelda. 2 méterenként hozzád vágnak valami mellékküldit. Egyszer kikezdtem a Vibor flottával, nem tudom, hogy az számít-e. It sure counts for something. Persze, mert még mindig életben vagy a rungalmasság, fontos tulajdonság egy köztisztviselő számára. Definitely an important trait for any officer. Well, I think I've heard all I need. Your first assignment couldn't be easier. Go to MAST and check in with Agent Plato. Irány a MAST, Platon ügynökkel. There was a package left at a dead drop and they need UC security to handle it. He'll fill you in on the details. Már meg is kaptuk az első feladatunkat, meg pénzt is. Mi az a MAST? You know, MAST. Katonai és csillagászati tudományos triumvirátus. Giant building in the center of the city. Tehát az az headquarters of the entire United Colonies. I really should have given you a more thorough interview. Lehet, hogy az interjú túl rövid volt, hogyha ilyen kérdéseim vannak. Dante. Nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Üdvén már itt köztünk 17. hónapja. Köszi szépen a támogatásodat. Sáncok, peregjenek a szvegek Dánténak. Jó. Miért nem az Égisz hozza ide a csomagot, hanem én? Well, just because you're bringing it here doesn't mean that's where it'll end up. Ja, tehát attól, hogy ide hozom, attól még nem itt fogja végezni. Értem. It's none of my business. Sosem láttam, hogy így végéjá elérte volna az Afterburner-es temp limitet. Volt egyszer 84 fokos is. De ott még a proci is magasabb volt. Nem tudom, mi volt ez a játék. Let me know if you have any questions. Hogwarts Legacy volt talán. Amúgy talán Hogwarts Legacy volt. I'm really rather busy. Köszi szépen, srácok, a pergetést. Na hát, srácok, már is kaptunk ilyen részmunkaidős zsarumelót. Információk új Atlantisról. Bocs, nem. The Viewport. Ever been to Sidonia? My brother works there. Hey there.
always nice to mindig see jó a new új face. Embereket látni. First először vagy új Atlantison? Nem gondoltam, hogy ez ennyire nyilvánvaló. Nem, én mindig itt vagyok. Oh boy. Ember, ne vedd magadra, csak azért mondom, hogy megtörjem a jeget. Tudod, hogy hogy értem. Listen. Gyere és helyezd magad kényelembe. Addig maradsz, ameddig csak szeretnél. Ez így oké? Új fiú. Szóval, hogyha valamit szeretnél. Jó lesne egy ital. Lucky for you, that is literally pont my ez job. A munkám. Mit szeretnél? What can I get you? Ja, hát köszi, veszek tőled egy indulási időt. Szóval nagyon drága. Valami olcsót, szikvíz, tessék. De csak egy darabot. Tessék. Ja, nem is mondott semmit. Hát akkor meg se érte. Ugye, miért betöltöm újra a mentést? Úgy tűnik, jól megy az üzlet. Yep. Spaceport traffic keeps me pretty busy. But just between you and me. De köztünk szólva. Jól megy az üzlet, de köztünk szólva. Van valami, ami mindent meg fog változtatni. Egy új ital, ami az egész galaxisban híressé tesz. Mi van benne? Jelenleg az a probléma, ami nincs benne. Nincs meg minden a recepthez, ami a recepthez kell. Megállapodtam egy szállítmányozóval, hogy mintákat hoz nekem egy összetevőből, ami a minden és mindenek tetején áll. De nem jelent meg, a fickót nyilvánvalóan mások vették fel. Olyan emberek, akik nem egészen legális szállítmányt küldenek. Biztonságiak megneszelték a dolgot, és lefoglalták az egész rakományt. Most már tényleg nem sietnek, mint mindig. Ez megöl engem. Beszél viszont... Na várjál. Beszéljen a biztonságiakkal, talán tudnak segíteni. Minden papírmunkát elvégeztem, ez sem segít. És még abban sem vagyok biztos, hogy tényleg szükségem van rá a recepthez. Csak tanálgatok. Meg kell szereznem azt a rakományt. Miért hangzik ez nekem gyanúsan? Na várjál. Úgy tűnik, segítségre van szükséged. Igen, ha nem próbálkozom, nem tudok nyugton aludni. Mielőtt tovább mennénk. Semmiképp sem kérem, hogy olyasmit tegyél, ami sérti az itt új Atlantison és a kolóniákon érvényben levő számos törvényt. Csak beszélgetünk a barát, mint barát a baráttal, hogy van-e arra mód, hogy ezt a fontos szállítmányt kiutassuk a lefoglalásból. És ha elméletileg ez nem teljesen legális módon történne, nos ez nem feltétlenül jelenteni a világ végét. That might not be the worst thing in the world. You, mit szólsz? Benne vagyok. Kit akarsz, hogy megöljek? Jaj, az... Basszus, mikor mentettem utoljára? mikor... 10 perce volt quick save. Hát, az a gond, hogy valószínűleg itt most nem volt. Valószínűleg itt most nem volt. Amúgy nézzük már meg. What? Mi? Come nem. On, no. Már így sem érzem jól magam, úgyhogy most ne viccelődj itt. Don't go making jokes like that. Komolyan, tudsz segíteni, vagy nem? Én itt vagyok neked. Megteszem, amit tudok. Elsőhiszed, hogy mennyire megkönnyebbültem. Nem várom el, hogy te vagy bárki más bemenjen oda lövöldözni, és túl szokat ejteni, vagy bármi ilyesmi, de biztos van nem mód, hogy megszerezzem, amire szükségem van. Nincsenek túszok, micsoda szívás. Van valami információd, ami segített nekem? A rakományt az űrkikötőbe tárolják. Nem a biztonságiaknál, de ugyanazokat a belépőkártyákat használják. Ha lenne egy, akkor sikerrel járhatnál. Hogy honnan vagy miért kapott UC Security belépőkártyát, az nem az én dolgom. Miért, honnan szerzem? Egy hajómérnök talán be tudna juttatni, de én nem ismerem őket. Különben nem beszélnék veled. Hajómérnök és biztonsági kártya.
Ami fura még, hogy az M2-es SSD-m is képes 63 fokos lenni a Starfield alatt, amúgy standard 32 fokos szokott lenni, de utána olvastam, hogy 75 fokig teljesen oké. Okay. Én nem is néztem még, hogy hány fokosok az SSD-k. Még egyszer sem. Kiderül, hogy mindegyik 100 fokon pörög. Nincsenek túlszok, micsoda szívás! Yeah, this is hardly a ez nem életalált kérdése. Legfeljebb egy kis betörés, hogy valami hasonló. Meghívhatlak egy italra? You're in the right place. Most, de most ez... Jó. Hát én most... Lehet, hogy megint bever... Majd bever? Átver engem a játék. Meghívom egy kis szikvízre, tessék. De most amúgy ezt tuti annyi, hogy veszek magamnak italt. Tessék. Egy kis szikvíz. Ez nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt. Átvert a magyarítás. Jó. Találtál valami jó pletykát itt a bárpult alatt? You know, I had a guy in here last múlt héten valaki felvette, hogy Shao tábornok a tengerész gyalogosokat az alsó szintre küldte. Szerintem jó, ha az ember nyíltan kimondják a véleményüket. Néhány étel után általában így van. De ez már túl sok volt. Azok, akik az alsó szinten laknak, biztosan nem ezt választották. És ott sem olyan rossz a helyzet. Oké. Okay. Szóval bejöttünk két helyre, és már is két questet kaptunk. Megrendelés csere. Mission board. Megölni ekliptikus vállalkozó a bolygón van. Oké. Okay. Szóval itt vannak ilyen kontraktok. Különféle kontrakt, különféle összegért. Fuvarozási kapcsolat. Ez tetszik. Megölni. Na, ez tetszik. Jutalmat ajánlunk fel annak, aki likvidálja a híret Eclipt zsoldosok csoportjának vezetőjét. Utoljára itt látták, elhagyott ökliptikus helyőrség. Ván bolygó. És amúgy erre van valami időkeret, vagy csak így felveszem, azt kész. Hopp, már aktív is. Ez már aktív. Kész. És ez mi? Megrendelés csere, fejpénz fizetés. Szóval, hogy ők leszedik rólam a vérdíjat. Értem. Excuse me. Balisztikai szakértő. Ja. Simon Bankowski. You picked a good day to drop by. Bartender's making him strong today. You in town for business? Simon Bankowski, éles lövészet, mesterlövész bizonyítvány, pontosság. Csak egy olyan erős italt szeretnék. Ja, igen, csak piáni vagyunk itt. Cheers. Nothing like a cold one. Egy hosszú utazás után semmi sem jobb, mint egy hideg italnál. Azt hiszem, ez közös bennünk. Tudod, munkát keresek. Épp most mondtam fel a MAST-nál, mint fegyvertesztelő. Ma van a szerencse napod, embereket keresek a csapatomba. Szívesen segítenék, de sajnos jelenleg nem keresek senkit. Én nem akarom már rögtön az első embert felfogadni. A MAST fegyvertesztelőket alkalmaz? Oh, yeah. Plenty of us. There's a whole MASTnak van egy egész tudományos részlege, a DRIP, amely kizárólag új fegyvereket fejleszt a UC hadseregnek. Gondolom csapos akarsz lenni. Nem, remélem, hogy egy csapatba kapok helyet. Sok pilóta megáll a kilátónál, amikor a városba tart. Gondoltam, hogy egyszer majd találkozom valakivel, aki felvesz. Hát igen, Zoltán, igen, van mit tenni. Milyen képességekkel rendelkezem? Fegyverszakértőként adom el magam különösen precíziós fegyverek. A legtöbb utazó szeretné, ha a legénységében lenne valaki, aki ért a lőfegyverek kezeléséhez. Mindig van rá szükség. Mindig szükség van rá. Szívesen segítenék, de sajnos jelenleg nem keresek senkit. Kár, azért köszönöm. Valaki is találkozik egy pilótával, aki fegyverszakértőt keres, küld el hozzám, jó? Szóval itt van Simeon. Logan.
Segíthetek? Tetszik itt? Oh, sure. Na ne, sok utazó érkezik új Atlantisra, így ismerősökből sincs hiány. Jó munka új emberekkel beszélgetni a tapasztalataikról. És ez nem egy különösebben kockázatos szakma. Nem úgy, mint a bátyámé. Na ki a bátyád? Mit csinál a aggódsz a bátyád miatt? Természetesen ő egy tengerészgyalogos Szidóniában. Az egész családunk törődik vele. Majd egy aggódik miatt. Apám keményen dolgozott azért, hogy mindannyian biztonságban élessünk új Atlantison, de Chris az első adandó alkalommal elszökött Szidóniában. Azt mondja, hogy jól van és szereti a munkáját, meg minden, de nem hiszem, hogy felfogja, milyen nehéz ez mindannyiunknak. Én is aggódnék. Végre valaki, aki megért engem. Azt hiszem, csak remélni tudom, hogy Chris egyszer majd észhez tér. De sajnálom, nem akartam mindent rázódítani. Azt hiszem, csak ki kellett adnom magamból. Mit tudsz ajánlani új Atlantisban? A Mast megállóval szemben a nagykövetségi negyedben egy hatalmas fa áll. Lehet, hogy bután hangzik, de szerintem tényleg látni kell, ha a városba jársz. Nagyon király. Legalábbis, ha szereted a fákat. Én nagy fa kedvelő vagyok, úgyhogy köszi szépen az ajánlást. Persze, persze. A vadász. Egyébként alig mer közeledni hozzám valaki. Az öltöny mindenkit elriaszt. Mármint, hogy ez a ruházat. De valószínűleg ez az én hibám, nem igaz? Szevasz, Belfegor, köszi, hogy itt voltál. A ruhád jó benyomást kelt, már egy kicsit ijesztő. Honnan szerezted ezt a ruházatot? Mindig is az enyém volt, mindig is megvolt. Annak, aki annyit tapasztalt, mint én. Mert semmi sem különös. Oké. A ruhád jó benyomást kelt, már egy kicsit ijesztő. Én bárhová be tudok illeszkedni, egy kis pszichológiai hadviselés sosem árt. Akkor maga zsoldos, vagy a hadsereghez tartozik? Nyugdíjba vonult. Visszavonult. Több életem volt, mint amennyit meg tudok számolni. De én is voltam már minden... Mi ezek előtt mondom. Mostanában sokat vagyok a külvárosban. Ha itt akarsz valamit, csak vedd el. Ha akarsz valamit itt, csak vedd el. Azt gondolhatnánk, hogy a civilizáció és az ellenséges csoportok miatt az emberek egymásra lőnek. De nem. A legerősebb joga egyetemes. Ezt tetszett, amit mondott angolul. Hogy működik a magyarítás megfelelő használatra? Hát... A jó... És a rossz között én erre szavazok. Atyosz. Szóval, hogy ez a DeepL-es magyarítás ugyanolyan, mint a többi DeepL-es magyarítás, legalábbis szerintem egyelőre, amit látom a játékból. Vannak benne magyar mondatok, az pipa. De fele-fele arányban van, én úgy érzem, sőt néha már egy kicsit az érthetetlen felé billen a mérleg, mint az érthető felé. Jelenleg szerintem több az érthetetlen dolog a magyarításban, mint az érthető, de hogyha sokat olvasol Twitch chatet, akkor össze tudod rakni a dolgokat, de hogyha nem tudod annyira összerakni a dolgokat, hogy mire gondolhat a fordítás, mire gondolat a költő, akkor lesz baj. De hát a semminél jobb, hogyha nulla angol tudással rendelkezel. Ja. Szóval, hogyha úgy játszol, hogy figyelsz, hogy mit mondanak, és vannak ismerős szavak, amiket te már ismersz, akkor így nagyjából össze tudod rakni, hogy miről van szó, szerintem ezzel a magyarítással. Azt mondtam úgy, hogy a winner takes it all.
Baj, bal, jóslatú és borulátó. Rengeteg ember van, aki segít egymásnak. Of course. That's what makes the reality so tragic. Wait a second. I think I'm in danger of having a real conversation with someone for a change. Tényleg beszélgetek valakivel? Ez már túl messzire ment. Better stop here. Álljunk meg itt, azt mondja. Biztos vagyok benne, hogy még találkozunk. Meglepődött a vadász, hogy most valakivel egyáltalán dumálhat. Itt van Simeon. Itt van Logan. Gideonnal nem beszéltünk. Most mi van? Ballisztikus fegyverrendszerek, rakéta fegyverrendszerek. Hoppá! Milyen adósságról van szó? Ki kell fizetni az adósságait, vagy különben nagy bajba kerül. Ez nagyon bíztató. Tehát, hogy azt mondja a csávó, hogy ért a fegyverekhez, és... nagyon creepy a mosolya. Ért a fegyverekhez, és van egy adósság, ami gyorsan ki kéne fizetni, de nem mond addig többet arról, hogy milyen problém, milyen bajba keveredett, ameddig fel nem veszem. Ok. Fegyver bolond? Mi? Tudok célvalóni, köszönöm. Bárki lőhet céltáblákra, de én kiveszem őket. Sehol máshol nem találsz jobb lövőt. Akkor most megegyezünk, vagy mi lesz? Nem igazán. Nem. Igen, gondoltam. Mostában nem volt sok szerencsém. Nos, ha meggondolnád magad, én itt vagyok. Na, hajtás szakértő. De ő repülőperkkel rendelkezik. Mi a szakterületed? Az én szakterületem a meghajtás. Egy kicsit többet tudok kipréselni a hajójából. Nem igazán érdekel. Ahogy érdekel. Eddig a legmenőbb arc, ez a Simeon volt. Ő így a legtutibb. Balisztikai szakértő. Ha szükséged van valakire, most épp felbérelhető. Jó, hát ez... Okay. Ők meg ilyen no-némek. Ők csak azért vannak itt, hogy így... ilyen... perkel rendelkezem, de személyiségem nincsen. Hát ez... Boros Marika. Biztosan sokat jársz, van hely nekem a hajódon? Szóval, hogy ő részecske sugaras fegyverekhez ér, ballisztika és sörétes puska bizonyítványa rendelkezik. Vannak hasznos képességeid? Rengeteg. Tudok menni a hajókkal, különösen az ágyúkkal. És szakértője vagyok a puskáknak. Ez még írásban is megvan. Nem, sajnálom. Modokat mikor töltök le? Hát nem most, szavasz istag. Gideonnal dumáltunk, és akkor vele még nem. Ja, hogy ő csak a polgárok, oké. Okay. Jó. Barrett gyakran jár ebbe a létesítménybe, gyakran vásárol csokoládét. Erre már többször felhívtam a figyelmét, de valószínűleg ez az egyik fő oka az elhízásának. Sokász? Amoli Bava. Szávasz. A tranzakciókat tudom kezelni, ha kérdése van, tüzeljen. Én azóta tüzelek, amióta leszálltunk ide új Atlantisra. Ez egy szép hely. Köszönöm, sok munka, de nagyon megéri. De itt nem vagyok egyedül. Gerhard az üzlettársam hihetetlenül sok munkát végez a színfalak mögött. Így alapos, így simán meg lesz az 500 óra is a játék. ez csak kis ízelítő a Starfieldben. Én úgy érzem, ez egy nagy falat lenne most.
Mi volt beszélgettünk? Azt hittem te is valami izé illegál melót akarsz nekem adni. Illegálkodás már ne pedig. Sámson. Ő műkereskedő. Ja, hát ő csak vendor, de az előző Chaisi is vendor volt, és ő adott nekem illegál munkát. Ja. Igen, azért mondom, hogy az előbb is a vendor adott nekem feladatot. Mesélnél valamit magadról? Az csapos volt. Jogos. Neonban nőttem fel, és tudom, hogy ki kell szállnom belőle. Volt néhány kisebb munkám a szállítási szolgáltatásban, és ez vezetett végül ehhez a karrierhez. Sose gondoltam volna, de sose tudhatod, hogy mi történik az életben. Erre felé dolgozik? Többé kevésbé, de az én munkámhoz nem feltétlenül kell egy helyen maradnom, így az összes lakott rendszerben utazom. Sámson, konkrétan le is van fordítva a neve. Jelenleg itt van egy lehetőség, de előtte Aquila Cityben voltam, előtte pedig Neonban. Az én munkámban nem engedhetem meg magamnak, hogy túl sokáig időzzek valahol. Szóval műkereskedő vagy? Pontosan, életem nagy részében műkereskedő voltam, ma az egész letelepedett rendszerekben. Ezért vagyok ma új Atlantison. Később egy műalkotást szállítok egy nagyon aprólékos ügyfélnek. Sajnos még nincs a birtokomban. Megtenné, hogy elhozza nekem a műalkotást? Természetesen fizetek a fáradozásáért. Miért nem csinálod te magad? Mármint, hogy innen átveszem. Excellent. Kiváló. Zoe Kaminsky műalkotását elhozza a kereskedelmi felügyeletről. Mondd meg neki, hogy Samson Cabrel műalkotásáért jöttél. Ő tudja. Hozd el nekem a műalkotást, és kifizetlek. Nem tudtam, hogy a kereskedelmi felügyelet a műalkotásokért is felelős. De persze, miért is nem? Az a hírjárja, hogy nagyon érdekes dolgokat lehet megtudni a kereskedelmi felügyeleti hatóságtól. De egyelőre szorítkozunk az általam beszerzett munkára. Tuti, hogy lopni kell. Ez tuti. Szia. Na itt volt valaki, aki már azóta elment? Na. Így találkoztunk egy random arccal, Tonyval. Hogy vagy ma? Jól, ismerjük egymást. Persze. Nem, de szeretnélek jobban megismerni. Várj, te most flörtölsz velem? Igen, pontosan ezt teszem. Ó, hé, tudod, hízelgő, de kérlek, ne csináld ezt, már foglalt vagyok. Aha. De nagyon kedvesnek tűnsz, biztos vagyok benne, hogy találsz majd valakit. Viszlát, jó? Mesélnél még a barátnődről? Szívesen. A neve Donna, és a Must Not megállójában dolgozik. Szenvedélyes, gyönyörű, kedves. Tényleg nem érdemlem meg őt. Néhány évvel ezelőtt találkoztunk, és azóta együtt vagyunk. Hamarosan meg is akarom kérni a kezét. De ne mondd el senkinek, oké? Meglepetésnek kell lennie. Aha. Igen, ez életszerű. Oda megyünk egy random archoz, elkezdünk vele flörtölni, és azt mondta, hogy van barátnője. Van barátnőd? Mesélj, kérlek. Aha. Na, hát akkor új terv. Elmegyünk a csajhoz, elmondjuk neki, hogy meg akarják kérni a kezét. Elmondjuk a srácról, hogy amúgy nőket erőszakol, és miénk lesz a csaj. Ez lesz a terv. Erre felé laksz? Bárcsak. Én az Atea toronyban lakom. A barátnőmmel néhány hete vettünk ott egy lakást. Igen? De nem tudom, hogy meddig maradunk ott. Épp most gyűjtögetünk, hogy átutazhassunk a letelepedett rendszereken. Jól vagy? Remélem, önök is ugyanúgy élvezik a napot, mint én. Hát persze. Hova is kell menni? Jaj.
Igen, amúgy meg kellett volna kérdezni tőle, hogy bankkártya, esetleg bankkártya adatok. Jesus. I know I sound like a commercial right now, but I've been to other stores. Although I have attempted an analysis several times, I simply cannot quantify humans' addiction to caffeine. Beszél a tudóssal a fánál. Akkor... Ajaj. El, mint napló. Tudóssal a fánál. Ah, azaz. How many items have I lost to him? Guillaume. Mit tudsz mondani magadról, Guillaume? Az egyik percben még ott volt, aztán hirtelen eltűnt. Én mondom nektek, mindent és mindenkit meg kell becsülni. Soha nem tudhatod, mikor veszíted el őket. Ez nagyon bölcs, Guillaume. Végül könnyebb lesz. Az idő minden sebet begyógyít. Helyett részvétem. Köszönöm, ez nagyon szép. Tudod, elvesztettem valami felbecsülhetetlen értékű dolgot. Szégyen szemre. Ez volt a gyűjteményem dísztárgya. Az a gazember George, Saint George most a birtokában van. Ami rettenetes irítséggel és haraggal tölt el. Mindez azért, mert elvesztettél egy drága követ egy fogadáson? Azt hittem, valaki meghalt. Nos, egy része meg is halt. Amikor elvesztettem. Úgy tűnik, tisztességes módon vesztetted el, lépj túl rajta. Mármint, hogy ha ennyire hiányzik, biztosan vissza tudod valahogy szerezni. Igen, és már tudok is valamit. Saint George ugyanúgy gyűjti a földről származó tárgyakat és relikviákat, mint én. Van egy olyan tányér a birtokomban, amely nélkül biztosan nem tud élni. Lennél olyan kedves és elcserélnéd a tányért a drága kőre? Biztos vagyok benne, hogy működni fog. Mármint, hogy sikerülni fog. Miért nem csinálod te magad? Isten, nem tudok szembenézni vele. Szörnyen rosszul érezném magam. Saint George soha nem adná át a drága követ, ha én magam mennék. A tolvajnak örömet okozna, ha visszautasíthatná. Oké, megteszem a cserét. Nagyszerű, int a tányér, gyere vissza, ha megvan a drága kő, és ne esd el. Ó, és van jó modorom, egyébként Guillaume vagyok. Örülök, hogy megismerhetem. Lemez. De most akkor lemez vagy tányér? Az a kérdés, hogy... És mi van, George visszautasítja? Tényleg elég a tányér? Szinte garantálom, hogy nem fog visszautasítani. Bármennyire is utálom kimondani, Saint George és én ugyanabból az anyagból vagyunk. Minketten szeretjük a földi relikviákat, függetlenül attól, hogy mekkorák vagy milyen értékesek. Ezek az emberi történelme egy darabkája, és ez mindkettőnknek sokat jelent. Nagyon fáj, hogy meg kell válnom ettől a tányértól, de van még néhány másik. Szívesen feláldozom, hogy visszakapjam a drága követ. Hát akkor van több tányérja. Ez a drága kő biztosan sokat jelent önnek. Igen, így van. Ő volt a legelső gyűjteményem. A kezdet. Még nagyon fiatal voltam, amikor megkaptam a követ. Ahogy ilyen ostobán feltettem. Eldobtam. Nos, soha többé nem követem el ezt a hibát. Ide valósi vagy? Igen, boldog vagyok, hogy új Atlantis az otthonom. Fiatal emberként úgy utaztam a telepített rendszerekbe, hogy sehol sem volt állandó otthonom, mint egyfajta nomád. De az összes hely közül, ahol jártam, új Atlantis érintett meg a legjobban.
Profi játékos vagy? Da. Nem. Nem hivatásszerűen csinálom. A Valberg épületnek dolgozom. A szerencsejáték egy rossz szokáson fiatalabb koromban, de sok kincset adott nekem. Sajnos a szerencse mostában nem állt mellém, és gyűjteményem egyre fogyatkozik. De nem tudok leállni, tudod? Mi van, ha véget ér a vesztes szériám? A legfontosabb dolog a szerencsejátékban az, hogy akkor állj meg, amikor előnybe vagy. Csönd és ez a leckét még mindig meg kell tanulnom, de köszönöm, megszívlelem a tanácsodat. Mit gyűjtesz? Mindenféle dolgot. Ékszereket, csecsebecséket a földről, megmaradt dolgokat, bármit, aminek bármilyen értéke van, még ha csak egy szentimentális is. Az egyik kedvencem egy villa a földről. Hát nem fantasztikus? Elképesztő, hogy egyesek mire fogadnak. Nyertem és vesztettem már néhány elképesztő játékot. A gyűjteményem most már legalább annyira átfogó, mint amennyire értékes. Bár a szerencsém elmúltával kisé összezsugarodott. Jó, hát azt hiszem megtudtunk róla mindent. Tata! Te vagy meg, Tata. Vele beszéltünk? Nem is akar. Hi there. Welcome to Terra Brew. How can I help? Mi a kedvenced az étlapon? Corporate policy requires me to state that everything Terra Brew offers is my favorite. Tehát nem mondhat mást, mint hogy a Terra Brew-s cuccok a legjobbak. Kösz. Akkor innen nem veszünk semmit. Szia polgárok és szia polgárok. Mondjuk durva, hogy őt úgy hívják, hogy polgárok, tehát hogy ő egyszerre több személy, az az ember. Ő már csak polgár. Az hogy lehet, hogy ő polgárok volt? Na hoppá, itt ahogy látom, srácok, egy polgár beszél két polgárokkal. Na, itt kell valakivel beszélgetni. Na, várjál. Most akkor... Most milyen Most a tudós a fánál van. Na, várjunk csak. Mutasd a térképen, azt kell nekünk. Béla. Kösz, G. Aha, tehát, hogy ott a fa. Aha. Na. Srácok. Körben járjuk ezt a helyet. Aztán úgy valószínűleg azzal a metróval kell... Aha. A metróval tovább kell mennünk. Azért beszél 200 ember egyszerre, hogy érezd, istok, hogy itt ez a játék, ez így él. Netnek hívják a metrót. A Mast kerületbe megyünk. Húha, 40 FPS. Nem szeretem ezt a Mastot. Már most. A víz esztétikailag nagyon kellemes, legalábbis Barrett szerint. Jó az Atlantis, ha az elektromos energia nagy részét modern vízenergiából nyeri.
Working at the Office of Interstellar Affairs is honestly my dream job. A veritál. Mark my words. Egyszer majd én fogom vezetni a csillagközi ügyek hivatalát. Merre fele dolgozik? Én nem aztán dolgozom a csillagközi ügyek hivatalában. Egyfajta közvetítő vagyok a UC és a kollektíva között. Segítek megoldani a kommunikációs problémákat, megmutatom a városban látogató diplomatáknak a várost. Ez nem hangzik túl izgalmasnak, de én nagyon élvezem. Gyerekkoromban diplomata akartam lenni. Új Atlantisról jöttél? Nem, én a Neonból jöttem. Néhány hónapja a csillagközi ügyek hivatalában dolgozom. Hogy tetszik itt? Imádom. Szerintem Új Atlantis a legszebb hely az összes lakott rendszerben. Annyi fa van itt a városban. Remélem, jól beilleszkedtél. Kösz. Talán hamarosan találkozunk. Ez jó volt, jó duma volt. Always wondered what the inside of the lodge looks like. Kelton Frush. I'm sorry. Bocsánat, nem hagyhatom, hogy eltereljék a figyelmemet. Ennek a végére kell járnom. Valami baj van? Aggódónak tűnsz. Yes. Igen, aggódom. Aggódni egy alulértékelt kifejezés. A MASZ tudományos osztályán dolgozom. Egy ideje tanulmányozom ezt a fát, és vannak aggasztó jelek. Ismeri ezt a különleges példányt? Tisztában van a jelentőségével? Csak dolgom van. Ha csak bámészkodni akarsz, kérek, menj el, de ha tényleg tudsz nekem segíteni, azt nagyra értékelném. Normális esetben nem kérnék csak úgy idegenektől segítséget, de ezúttal úgy gondolom, hogy kivételt kell tennem. Hajlandó lennél további adatokat szerezni nekem? Ha van benne valami számomra, akkor benne vagyok. Zsoldos, mi? Nos, biztos vagyok benne, hogy ki tudunk találni valamit. Szóval, benne vagy? Örömmel segítek. Hát ez váratlanul ért. Számos bioszenzort állítottam fel Új Atlantis különböző pontjain, és kalibráltam őket, hogy megfelelő adatokat gyűjtsenek. Olyan régóta futnak már, hogy itt az ideje, hogy összeszedjük az adatokat és elemezzük őket. Ha el tudnád hozni őket, sok időt spórolnál meg nekem. Okay. Egy újabb feladat, srácok. Jesus. We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Basszus, ebben a játékban nem lehet unatkozni. Az a gond, hogy ez a hely, ahol most vagyunk, ez már akkora, hogy így most már nem fogok tudni mindent megismerni. Úgy gondolom, hogy Új Atlantisra nem elég egy stream. The well's been having brownouts all the time. Mast finally sent someone down there, but nothing's changed. Ó, innen távol, tehát a szkennerrel lehet látni, hogy ki kicsoda jól van. Ott vannak rucis, ott van rucisbolt. Na, talán így a szkennerrel nem késünk le semmiről, mármint emberről. Szülő. Aha. Ott van valaki, akivel lehet dumálni. Ő szeret a padban állni.
Van egy levelező társam Szidóniában. Évtizedek óta írunk egymásnak a régi módi módon. Mi szél hozta ide? Élvezem a kilátást. Szeretek ott ülni és hallgatni. A szélnek, a fának, mindennek megvan a maga nyelve. Néha még énekelnek is. Nagyon zen ez a nő. Mesélnél valamit az életedről? Hamarosan 80 éves leszek, úgyhogy megkímélek a hosszú verziótól. Egy szóval éltem és szerettem. Ez minden, amire szükséged van, nem igaz? Minden rendben van, de néhány kredittel többre lenne szükségem. Valószínűleg mindenki esetén. De néhány további kredit nem fog boldoggá tenni, higgyel nekem. Talán sok kredit, de csak azért, mert akkor nyugodtan rájátsz, mi tesz téged boldoggá. Van valami tanácsot számomra? Nincs szüksége tanácsa tőlem. Te élsz és túléltél mindent, ami ezzel a címmel jár. Ez azt jelenti, hogy sikeres vagy. Egy ajándék, ezt sose felejtsd el. Ez egy ajándék. Ha van valami tennivaló, segíthetek? Véletlenül van egy levelem a szidóniai levelezőtársamnak. Előre fizetek. 1000 kreditet. Az nagyon jó. Miért bízza ezt a levelet egy idegenre? Az igenek csak barátok, akiket még nem ismersz. Különben is valahogy kedvellek téged. És mindig is megbíztam a megérzéseimben. Mindig is bíztam. Ki ez a levelezőtárs? A neve Hedy. Előttem lakott a lakásomban. Mindig kaptam neki csomagokat. Mindig megkaptam az ő csomagjait. Valamikor felkutattam őt, és írtam neki egy levelet. Ő válaszolt, és azóta is írunk egymásnak. Néhány kredittel nem leszel boldogabb, nagyszerű, akkor te se leszel szomorúbb, ha adsz belőle. Ja, hát én azt hittem, hogy most megzsaroljuk az öreg asszonyt, hogy most teljen. Rendben, segítek neked. Áldjon meg az ég. Hedyt valószínűleg a szidónai közösségi házba találod meg. Csak add oda neki a levelet. Tudja, kitől jött. Zavadi levele. I. Megjegyzések, gondolom. Nézzük, hogy megy a Deep Ellennél a levélnél. Hedy, kedves barátom, több mint 20 éve már, hogy megkaptam az első levelet a sok közül, amelyet neked címeztek, gondolom. Világos volt, hogy bizonyára előttem éltél a lakásomban, de mivel nem tudtam, hogy ki vagy és hova költöztél, egy dobozban tartottam a dolgaidat, legalábbis a leveleket. A csomagokat, a rózsacsokrokat, a bútorokat. Helyet kellett csinálnom. A küldemények révén fokozatosan összeraktam a te különös és csodálatos létezésedet, elképzelve, hogy az életünk párhuzamosan fut, mindig nagy távolságba, de mégis egymás mellett. Csak amikor a tengerész tiszt megállt az ajtom előtt és kimondta azokat a szavakat, amelyeket egyetlen anya se akar hallani, akkor jöttem rá, hogy fel kell kutatnom téged. Amikor végre megszereztem a címedet, nem tudtam, hogy hogyan közöljem veled a hírt. Ez volt az egyik legnehezebb dolog, amit valaha is meg kellett tennem. De te annyi szeretettel és hálával válaszoltál, hogy könnyeket csaltál a szemembe. Azóta is barátok vagyunk. 20 évvel és számtalan levélek később már nehezen találom újra a megfelelő szavakat. Úgyhogy azt hiszem, inkább kimondom egyenesen. Ez az utolsó levelem neked. Elértem életem egy olyan pontját, amikor már számolom a heteket. Hamarosan a napokat. És nem akarom, hogy azt hitt, hogy elhagytalak. Épp ellenkezőleg. Mindig veled leszek. Lélekben és szívben egyaránt. Az összes levél, az összes csomag és az összes szeretet, amit az elmúlt 20 évben küldtem neked, bizonyíték erre. Amúgy jó volt a levél. És amúgy váó. Az helyzet. Ez egy olyan küldetés. Mindjárt át is váltunk rá. Ó, közben eljöttünk a lakónegyedhez.
Most biztosan úgy elmegyünk árember mellett. Ha a szindioxid értéke növekszik, és eléri a 100-at, akkor helyette kárt szenvedsz. Hát olyat nem akarunk. Na nézzük, szkenner. Öreg asszony, öreg ember, azt mondja. Még az üzleti negyedben is van ilyen geo vagy bioszkenner vagy micsoda. Fun girl. I'm here! SSNN! But David's my friend. He writes me. I hate to break it to you, but his PA is the one who signs all those cards and headshots. Mr. Baron's a very busy and important man. But I came all this way. Listen, I might be... Hey! Hey, te is olyan sokat keresel? Még csak egyet találtam, de szeretném mindet megtalálni a többiek előtt. Megmondanád, ha látod őket? Ez a tojás véletlenül nem csipogott? Igen, vicces, nem igaz? Miss Cheng az UC elosztó központban megvásárolta tőlem az egyiket, és azt mondta, hogy többet is vásárolna. Felhasználhatom a krediteket. Aha, aha, várjál csak, haver. Ennyi. Azt mondja, most nem tudok játszani, szobafogságban vagyok. Ebben a kerületben van szobafogságban? Ja, lehet hajléktalan. Ja, utcakölyök akar. Ujjjjj, azt mondjuk, az mondjuk... It would be unfortunate if that fall damaged your internal organs. Jó. Ott van, Van Zhang, John Baptiste. I'm on tax duty tomorrow. Can't wait. Úgy tűnik, szereted a munkádat. De persze, ki ne szeretné, kíváncsiak egy olyan pozitív erőnek dolgozni, mint a UC kormány. Minden nap hoz valami újat. Mindig új emberekkel találkozom, izgalmas problémákat oldok meg, és hallok a telepített rendszerek fejlődéséről. Az elosztó központban minden nap egy új kaland. Mindig is az elosztó központban akartál dolgozni? Egyáltalán nem. Gyerekkoromban bányász akartam lenni Szidóniában. El tudod képzelni? Nem hiszem, hogy valahogy is érdekeltek volna ezek a tipikus munkák. Szerencsére az elosztó központban végzett munka minden, csak nem tipikus. Akkor vásárolnék valamit. Egy nap majd lehet, hogy az ő területe lesz az eladás. Keep on, keepin' on. Na. Please, if you experience any issues in your dealings with the distribution center, let us know. We're always striving to improve.
Üdvözöljük a UC Distribution Centerben. Egy információ előre. Hivatalos panaszokat csak akkor lehet újra benyújtani, ha az ügyfél visszajelzőrendszer újra online. Körülbelül két hét múlva készen kell állni a használatra. De tudod, hogy az ilyen dolgok gyakran milyenek? Elnézést kérünk a kellemetlenségekért. Ha egy vállalati számlára érkezik, biztosították róla, hogy szállít... Jó. Na. Mit keresel itt? Amellett, hogy barátságos arcot kínál az ügyfeleknek az interakcióhoz? A név mindent elárul. Anyagokat és termékeket forgalmazunk az egész egyesült gyarmatokon. Mindig van tennivaló. Most tudom, hogy sokan nem hiszik el, de mi tényleg megteszünk mindent. Na, a minap vettél egy tojást egy fiútól. Szükségem van rá. Jordan? Jordantől? Akkor ő folyton jön a talált cuccokkal, és kreditet akar érte. Igen, sajnáltam őt. Miért? Semmiség, csak véletlenül hagytam ott. Ó, igen. Ha keresed, akkor biztos jelent valamit neked. Megkapod az általam fizetett összegért, plusz egy kis bónuszért. Nevezzük kezelési költségnek. Száz kredit? Jó. Pleasure doing business with you. I hope we have what you need. Gyors lövés. Shotgun. 109-es sebzés. Asztorot. Ja, láttam Redditen egy posztot. A Starfield lehetővé tette, hogy gépágyúra silencert szerelj. Te elloptad tőle, Gyofcsi? Az szép. Reflexlátás. Jó van. El is adhatnánk már a dolgokat, de most így nem akarok semmit. Right, right. Come back if you need something else. Na. Ó, milyen Bobby Katz. Philip Katz. Katz Márta. Hello. Szavasz, Bobby. Hey, it's you again. Ó, te vagy az. Remélem, jól vagy, kicsim. Na, várjál. We're finally back with our son. And that's all that matters. Bobby mentioned he met you. Hey, it's you again. Na. Remélem, jól vagy, kicsim. Azt hiszem, megint én vagyok az. Hogy őszinte legyek, már azt se tudom, ki vagy. Jó. Remekül vagyok. Azok az én szüleim. Mindenkinek azt mondtam, hogy egy másik siklon vannak, de senki se hitt nekem. Megnézzük az új Atlantist. Van egy egyszerű új lakásunk. Nos, jó volt újra látni téged. Talán hamarosan újra találkozunk, és ne felejtjétek, a születésnapot június 11-én lesz. Végre visszakaptunk a fiunkat. Puha! A mi Bobbing különleges, nem igaz? Húha! Hát ez egy érdekes beszélgetés volt itt amúgy. Igen, ez egy szép skála volt. Na várjál, Muria Sjarkivevic, vagy mit csinálsz? Én alul öltözött vagyok, azt kimondta? Na. Szereted a növényeket? Egy szobanövény jó lenne, de lehet, hogy nem. Hey, hey, hey.
Sasu, köszi szépen a másfél évet. Gratulál az új badge-edhez, és köszi szépen a támogatásodat, valamint hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Srácok, peregjenek a szvegek. Nem tudom, hogy hogy válaszoljak erre. Ezt senki se tudja. Mesélnél egy kicsit többet magadról? Why? Miért? Mert utálom magam. Azt hiszem, ez közös bennünk. Jó tudni. Szeretek festeni és horgolni, de minden mást utálok. Kezdem azt hinni, hogy nem is vagy olyan rossz. Te szerencsés ördög. És a gombát is szeretem. Ez három dolog. Mit keresel itt? A Gál Bankhoz jelentkezem. Ez a nagy épület, ahol a Gál Bank felirat olvasható. Vicces vagy ez? Nekem tetszik. Kár, hogy így látod. De igen, bankár szeretnék lenni. Ez jó móka lenne. Várj, mit keresel itt? Igen. Igen. Azt hittem, hogy a másik épület az, amire azon ír, hogy most. Azt gondolod, de nem, ez egy Gál Bank. Jó. Még egyszer. Ezt nem hagyhatom annyiban. Nos, ez az épület, amelyben most vagyunk. Jó. Miért szeretne a Gál Banknál dolgozni? Legszívesebben megidézném a halottakat, de sajnos a mágia nem létezik. Ezért gondoltam, hogy bankárként ellopom az emberek lelkét. Tehetek valamit, érted? Menj a Gál Bank pultjához és utald át az összes hiteledet a számlámra. Természetesen fizetnek érte. Oké. Gal Bank makes personal finance easy. Money, as long as you have some, should never, as always, all Gal Bank transactions are secure and guaranteed. If there is any way I can assist you, I'd be happy to. Nyomom az app. I do hope you're taking advantage of our remote. Sok a dolgom mostanában is. Nem úgy nézel ki, mint aki... akinek zöld a füle. Ki vagy te? Úgy vagyok a recepción, a fegyverek alapfelszerelésé váltak. Benne van a feljegyzésben. Hát? Szevasz, ilyen köszi, hogy itt voltál. Szia, szia. A konstelláció tagja vagyok. A titokzatos és ismeretlen csillagkép. Mármint, hogy konstelláció. Amikor kicsi voltam, mindig olvastam tőletek történeteket. Hűha. Ez tökéletes. A sors fintora, hogy úgy mondjam. Van egy üzleti ajánlatom a számodra, amely mindkettőnk számára előnyös lehet. Nagyon jövedelmező. Törvényes az egész? Tényleg meg akarsz nyalni. Örödsz a törvényekkel, meg ilyesmikkel? Fantasztikus! Ez a munka az igazságosságról szól. A Gál Bank a sértett fél és a segít nekem, mindannyiunknak segít. Hát akkor... tényleg meg akarsz nyalni, vagy érdekel? Súlyúj! Hát, szóval megismertél engem, ugye? Jó szemed van! Pontosan az a személy vagy, akire szükségem van. Le kell vallanom valamit, lehet, hogy egy kicsit kétségbe vagyok esve. Nos, a hitelképesség ellenőrzés valóban kemény munka. Állandóan adócsalókat és csalókkal kell foglalkoznom. Szükségem van egy behajtóra, aki elintézi a legjobb eladóinkat. Szükségem van rád. Dolgozz nekem, és többet fogsz keresni, mint elég. Óhó. Milyen összegek forognak a kockán? Nem tudsz várni. Jó, kicsiben kezdünk, és fokozatosan haladunk felfelé a nagy halakig.
hát rögtön behajtó, srácok. Részmunkaidős, zsaró, behajtó, minden. Minden is egyszerre. Egy szemtelen szélhámos hitelt vett fel egy étteremre a csillagközi fogadó közelében. És akkor, meglepetés, ez egy átverés volt. Dieter Maliki pedig bujkál. Egy szemétdombra költözött a semmi közepén. El tudod ezt hinni? A feladat egyszerű. Dieternek fizetni kell. Dieter. Nem szabad megölni vagy bántani őt, csak zárja le a kölcsönt, ahogy bármely más ellenpolgár tenné. Mi történik, ha meghal? Aztán a hagyatéki bíróság gondoskodik a vagyonáról és fizet nekünk. Tehát, vagy ő, vagy te. A Galbanknak nem okoz gondot, hogy az ő az út szélére kerüljön. De szeretném hangsúlyozni, nem ez lenne az ideális eredmény. Ha ki akarnánk vinni, ki akarnánk vonni, akkor más küldenénk. Hogyan vegyem rá, hogy fizesse vissza a kölcsönt? Nyomás alá tudod helyezni, meg tudod ijeszteni, semmi illegális, csak beszélni kell. És ne tévesszenek meg a meséi, az általam adott állások biztosan nem szegény emberekről szólnak, akiknek pénze van szükségük egy műtétre vagy ilyesmi. Ezek mind csalók, söpredék, szándékosan megszegik a Galbank szerződéseit. Veszélyes? Most igen, nem mi vagyunk az egyetlenek, akik őt keresik. És nem mész el egy szarfészekbe, ha nem akarsz kibújni a polgári kötelességeid alól. Menjünk és szedjük be az adóságokat. Elküldöm az adatokat, keresse meg Dietert és gondoskodjon a kölcsön visszafizetéséről. Van még egy dolog, amire rá kell mutatnom. Nem akarom, de nem mindenki őszinte. Ha valamilyen alkut kötöttél Dieterrel, azt nem tudhatom. De akkor nem válasz tőlem több munkát. Sok szerencsét, meg fogod csinálni. Wow, amúgy basszus, ezek a behajtós küldetések milyen érdekesek lehetnek. És vajon melyik ügyfél lesz az, aki miatt azt mondom, hogy hát akkor nem is hajtom be az adósságát, mert tök jó dolgot ajánl. Wow. Látom ebben amúgy, ebben a formulában az, hogy ez miért egy Bethesda játék. Ja, amúgy ez tetszik. Tetszik. Egyre inkább tetszik ez a játék. Nem tudom, hogy így jön. Mit szóltok hozzá így pár óra után? Biztos már amúgy így, hogy egy héttel később vettem elő. Több mint egy héttel később. Így már azért van róla fogalmatok. Nektek biztosan. Nekem amúgy adja. Kiemelkedőnek és különlegesnek amúgy nem érzem. Úgy extrán. De mint Bethesda játékokat érzem különlegesnek. De ezt nem érzem többnek, mint egy Elder Scrolls széria vagy egy Fallout, legalábbis eddig. Az űr Bethesda játék. És amit eddig láttam, az tetszett. Én meg vagyok vele elégedve. Az már más kérdés, hogy lehet, hogy az emlékek vagy az agyam viccel meg, de hát per pillanat nem érzem olyan különlegesnek a játéknak a grafikáját, vagy hogy is mondjam, nem érzem 2023 Redinek a játék grafikáját, és olyan, mint hogyha most a Skyrim motorjával játszanánk, vagy az Oblivionéval, nem tudom, így olyan csufi. Csufinak érzem. De... biztos vannak helyek, amit amúgy lélegzeten állítólag, de amúgy nem éppen érzem azt, hogy ez egy hű de szép játék lenne. Szerintem akinek ez a játék szép, az annak azért lehet szép, mert szereti ezt a settinget, ezt az űr témát. De aki nincs oda érte, az lehet, hogy azt mondja, hogy amúgy ez nem a tuti. De hát ettől függetlenül én amúgy azt mondom, hogy ez egy fasza játék. Meg nagyon elkapott. Szerintem nagyon jó kis játék.
csak a hajó szerkesztéssel legalább egy órát eltököltem. Klasszikus Bethesda, de az űrben szerintem marha jó kombináció. Ja. Úgyhogy, hát köszönöm szépen a lehetőséget a kiadónak, hogy meg tudtam nektek mutatni, remélem, hogy sikerült. Sikerült abban segítenem, hogy érdekeljen, érdekelett titeket ez a játék így a jövőben. Megvennétek, vagy néznétek róla streamet, videót esetleg. Én olyat nem ígérek egyébként, hogy ezt a játékot most így a megjelenéskor végigjátsszuk. De az biztos, hogy ez felkerült a többi Bethesda játék mellé a listára. Ami érdekel, és ami miatt lehet, hogy a közeljövőben elő lesz véve ez a játék, az ez a behajtós küldetés sorozat. Ez érdekesnek tűnik. Úgyhogy lehet, hogy a következő hetekben egy vagy több alkalommal emiatt elővesszük. Ja, adta. Adta ez a játék, az a helyzet.